Sziabot néző! La 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 la! András, kösz a szubot, hello! Csá mindenkinek, szevasztok! Abod nézők is itt vannak velünk, szkilóg most a belünk. Szia! András, kösz szépen a szubot! Nagyon szépen kösz! Hello! Most angol-mangol, erről most nincs info, nem tudom, meg kéne nézni, meg utána járni, most ezt nem tudom. Dominik, nagyon szépen kösz a subgiftet! Nagyon-nagyon szépen köszönöm! Szép estét, atyám! Szevasz, Norbi! Nagyon szépen kösz mindenkinek, srácok! Hello, hello! És szia! Szítjuk össze a D20-at! Nem látom, hogy szóval téged szubollak fel, mert talán is elég körül jó fájlő, ezt ne hagyja fél. Nagyon ragyos vagy, szityú. Ez ma jelent meg, szóval lehet, hogy még bugos. Én látom gépről, és működik. Antal, kösz az ezrest, nagyon szépen kösz. Sleeper, kösz szépen a szubot. Köszi Erik, neked is nagyon szépen kösz. És mindenkinek nagyon szépen köszi, möszi. Kösz szépen. Meleg hétfő, igen. Felkiáltál a karit, beírjátok, akkor előjön a shop. Mindent elmondtam. Felkiáltál, zero, sex. Vékland, kösz a 4-20-et, Vékland! Nagyon szépen kösz, kösz mindenkinek. És nagyon köszi, messzi. Köszi, messzi. Menjen az öregem út. Igen, egyébként mehet az öregem út, nyomjátok neki. Most hóember van. Hóember van a spárzba. Itt voltunk? Szia. Elnézést, biztos úr. Bocsánat. Mondja. Mi történt itt a helyszínen vagyok? Jó napot! Helyszínen is... Igen, tessék parancsolni. Jó napot, főnök. Mister. Mister. Bácsi. Engem megtámadtak. Többször is. Itt ezen a területen. Tudnának segíteni? Ön uram, be kéne szállni a gépjárműbe. Itt van-e? Osztassátok le. Jó napot! Tisztelet uram, tegye fel a kezét, forduljon meg, álljon a gépjárműhöz! Merre forduljak? Erre? Ide az autó fele, uram! Ja, bocsánat! Álljon oda! Kollégák, nézzétek át a rohazatát! Tisztállam semmi főnök! Átvizsgálom! Ártatlan vagyok! De nagyon szépen kösz Tekipova a tagság... Megközöm tapogatni a lábszárát! Erik, kösz szépen! Ó, milyen durva keze van magának a szüge! Új, egy kulcsomó! Átnézem ezt a kulcsot, hogy mi van rajta, vagy hagyja! Kezdve nyugodtan! Elnézést, az a lakáskulcsom. Semmi a szép nincs. Semmi illegális tárgyat nem találok nála. Így van. Tiszta. Így van. Rendben, kollégák, akkor Gergő, nagyon szépen kösz a 10 szobbiftet. Az uratnak szeretném felhívni a figyelmét, hogy előállításának oka állami bankrabláson vett részt az úriember. Micsoda? Így van. Ne hazudjon már! Nem hazudok, uram. Elnézést, összekevernek parakiben. Nem keverjük össze, uram. Szerintem igen. Bocsánat. Rátják be az autóba. Üljön be a gépjárműbe, uram. Kollégákkal. Aki vezet? Mellett biztosítani. Engem tessen már biztosítani, kezi csókolom. Jöjjenek kollégákkal, ezt PD-re visszük az úriembert. Nem is tudom, a férfi kollégái hogy bírnak magukkal. Van szexes maga. Maga repet pazi. Már múltkor se így cselkedett. Én szerelmes vagyok magába. Kiszopnám a lyukát magának. Szemebe fukkodnak. Mi hanna vagyok. Koponyájába. Uram, befejezni, jó? Én köszönöm bocsánat, itt a kisasszonyjal beszélgetek, légy szíves, de szóljon közben, jó? Legyen szíves. Uram, a jogával éljen, jó? Tehát én élek a jogomban. Igen. Bármit, amit ott felhasználtam a bíróságon. Szöktessé meg. Jogában ügyvédet fogadni. Mert beszaporítjuk az egész bolygót. Amennyiben nem tud az állam kijelöl egyet önnek, ha az állam nem tud kijelölni, nem lehet kell képviselnie. Jogában elettéletes telefonhívás, amit lehallgatunk, bármikor megszakíthatunk. Bocsánat, kérdezhetek? Mondja. Kisasszony, megtaláltad nálam azt a kulcsot, igaz? Igen. Azt tudja, milyenek a kulcsa? Szívemé. Most magánál. Uha. Magánál. Akkor ezt elrakom. Rakja el. Mert végén még összeérintsük, amink van. Jogában megadni a telefonszámát. Én megadom magának. Mindent megadok magának. Megkérem uram, hogy előttem szépen induljon meg, jó? Erre kövessek uram. Arra a kollégáimat, így van. De nagyon rossz a látásom maga, de elnézést. És megfogná a karomat, ez a hölgy. Kisasszony, kísérjen, legyen szíves.
Emenézer, kösz a 3 hónapot. Inside the Backroom lesz még, biztosan. Nem jött rá patch amúgy. Ártatlan embereket behurcolnak maguk, de nem szégyelik magukat? Hát uram, ártatlanokat nem igazán szoktunk. Dehogy nem, most is ez történik. Erre jöjjenek, uraim. Erre, ja? Erre, igen. Alex, kösz szépen a szubat. Nekem, hogy előttem kösz... menjen az úr, köszönöm. Kis Gergő, nagyon szépen kösz neked is a szubat. Te nem rendőr vagy? Nem, úgy tűnik. Egyébként ez pedig a múltban játszódik. Ne arra menjen, uram, következőbe megyünk. Bocsánat, bocsánat. Semmi gond, semmi. Elnézést kérek itt, bocsánat. Ide? Egy-két kolléga bejöhet velem, köszönöm. No. Akkor csiripeljenek csak, hogy mi ez az egész aljas rágalom, amit itt most itt maguk itt... Majd először bemutatkozok, uram, jó? Elhagyjuk egymás békén, ne szóljon hozzám. Hát uram, ez nem így működik, hogy egymást hagyjuk, jó? Nekem kötelességem bemutatkozni mindenki felé. Red Jacob vagyok, az LSPD-től ezredes. Én leszek a kihallgatást végző személy, uram. Üdvözlöm, jó napot! Fire, kösz szépen! Alexandra, nagyon szépen kösz! Nevet magától kérni cserébe. Én. Az enyém a Friderikus Sándor. Jó micsoda, napot. Uram, bocsánat. Friderikus Sándor vagyok, tiszteletem. Az igen, tiszteletem. Jó napot. Mi ez az egész, bocsánat? Hát uram, állami bankrablást tetszett elkövetni több emberrel. De erről van valami bizonyíték, bocsánat? Hát uram, tudja, kamerás rendszerek, illetve kaptam. Akkor azt is észrevették, hogy fogságban voltam. Mindegy, hát uram, azért az úgy nem úgy nézett ki lőfegyverrel a kezében, hogy fogságban. Hát úgy is lehet fogságban lenni. Szeretnék felszólalni. Biztos pénzt is találtak a kollégák magánál, uram, Szabolcs, azért az kicsit, kicsit Ricsi, nem ijedő, hogy maga túsz volt. Én megmondom magának őszintén, kényszerítve voltam erre az egészre. Ott volt az a gyászoló telet, ami kinézett, a kisasszony rosszul lett, lássa. A szexuális feszültséget nem lehet föloldani. Na majd mindjárt fölsegítem, jó? Kezi csókolom. Beleszakulok a hajába. Kolléganő, jól van? Én mi patkányszaga van ennek, te fiú? Kolléganő! Be kell szálljon át, lélegeztet, én lépje hátra, én belső segélyt tanultam! Kinyitom a száját, bedugom a nyelvem. Ez... Elnézés? Ez már rendes májkrémizze van ennek, hát. Kisasszony, jól van? Na lássa? Mi történt? Megmentettem hát, az életét. Pére nyelte a izét. A lebegőt. Szit voltam? Valami, nagyon benedvesedtem. Ne vicceljen már. Mi történt? Hát figyelj csak ide. Elnézést, a kisasszonynak vagyok hajlandó négy szemközbeszélni. Biztos, hát tudom, ez nem így működik, jó? Vallomást fogok tenni neki, de olyat, hogy a szíve leszakad neki. Elmegyek most, dobom rendbe, teszem magam. Egy kávét felfogad esetleg. Én magától? Mindent. Kollégom, azért egy kicsit moderálja már magam a rendszeret. Köszönöm. Értezem. Mégis egy kialgatásom volt. Elnézést, biztos, hogy most egymás között mi volt patkánszaga annak a kisasszonynak? Nagy patkánszaga. Tessék, uram, legyen szíves megismételni. Hát, hogy nagy patkánszaga volt a hölgynek. Mert miért hát uram, ne arra mondjon, ez nem a kiallgatásához tartozik. Jó, hát azért vagyok már a viszonyban. Vagy nem. Figyeljen csak ide. Mondja. Na, áldozat voltam ebbe az egészbe. Kényszerítettek engem át, és egy bűnbaknak. Nem látnak át a szitán? Hát nem tudom, maguk megbukott játék boldába. Uram, és akkor egy kérdés. Bocsánat, egy kereszt kérdés. Akkor tessék. Milyen rendőrautóval menekült? Azért, hogy biztosan elkapjanak. És ne azok az emberek, és a piszkos pénz akkor miért volt magára még? Parancsoljon. Köszönöm, kisasszony. Jó forró. Olyan, mint én vagyok magától. Szóval ez egy trükk volt a részemről, mert megöltek volna engem ezek a kannibálok, tudja? Ezek a sarjabbak, az erdőn túl laknak ezek pölnök. Uram, és akkor tudnál nekem személy leírást adni esetleg ezekről a igen. kannibálokról, Patrick, hogy maga nevezte? Hát láttam maga, nem ismerem őket, állarcban láttam őket. Többszörös penyítés és tetlegesség. Nézze meg az oldalamat. Full fekete ruhások, uram? Igen. Ilyen nagy maszkal rajtuk. Igen. Rákegyek a gyomrukat holnap reggel. Valahonnan ismeri esetleg őket, uram? Sehonnan. Ezek buzik. Állandóan iszét, hogy terrorizálnak engem. Megjelennek a semmiből, összevernek és kényszerítenek ilyesmikre. Érti? Ez az igazság. Tomi, kösz szépen! Uram, hogyha ez ilyen történet, akkor miért nem inkább bejön a rendőrségre feljelentést tenni, mint hogy inkább elmegy állami bankot rabolni, és piszkos pénzt szállít. Azért, mert penyegetnek, hogy megöllek engemet, ha én ezt elmondom maguknak, érti? Ez az igazság. Elégyedtek ki, nagyon be vagyok indulva, baj lesz, elégyedtek. Kolléganő, fejezze be, jó? Maradjon benne, kisasszony! Úristen,
Hát milyen batkancákkal dolgoznak maguk? Nem is értem. Ez rommá kéne baszni. Úgyhogy összeszarja hát. Na uram, azért egy kicsit moderálja magát, jó? Még mindig egy kialgatáson vagyunk, és nem egy bolc képzőbe, jó? Tamás, kösz szépen a szumat. Én az őszinte gondolataimat adom ki, magam őszinteséget kért föl engem. Uram, akkor. Az őszinteséget az elkövetőt körülbeszéljen inkább ilyen intenzitással, ne a kolléganőről, jó? Köszönöm. Én figyelj csak ide. Az, ami a szívemen, az a számon. Na, hát ennyit tudok róluk. Jöjjön, hadd sugjam már meg magának. Mit? Köszönöm. Nagyon megbasszál a kolléganőjét magának. Uram, mondom, hogy ez nem ide tartozik, jó? Mi a neve? Mondja már, csak a keresztnevit. Adok egy cigit. Hát én nem tudom, csak kollégám. Én nem szólítom semmiket a nevén sohasem. Ez olyan ez a szörnyszülött, mint egy Darth Vader nőbe, te. De beverném neki. Na figyelj, csak egy ártatlansági nyomtatvány van, forma nyomtatvány? Ki kell tölteni, hogy ártatlan mély vagyok? Mély Hanna amúgy a kedves kolléganő neve. Mély Hanna. Hanna? Mekkora lehet ott a Hanna? Torka vagyom. Hangja, hogy mély, ezt ő döntse el, uram, jó? Azt maga döntse el, annak de mély Hannának hívja. Én a dökkút. Brigik össze 250-et. Kolléganő maga mit csinál odakint? Sasalom. Már sasoljon, hölgyem, ez nem sas ide, meg sas oda, jó? Megedjem. Hát jöjjön, de a normális viselkedés kérek, köszönöm. Kiskezű csókolom. Nagyon szépen köszön szó giftet, Adrián. Na, ura, akkor haladjunk, jó? Kihallgatás. Ez ami egy cetlik. Piszkos pénz a szóvarájt. Az hol van, uram? Micsoda? Piszkos, piszkos pénz. Ó, hát itt tisztát se látok, nem vagy piszkosát. Hát tudom, mégis magánál volt, pedig az is. Meg a rendőrautót miért tulajdonította el? Arra adja. Most mondom választ. Magának, a menekülés közben észrevettem az életveszélyes szituációkat, és tudatában, hogy nyomkövetőkkel rendelkeznek ezek a gépjárművek, hogy önök találjanak meg, ne ők. És úgy gondolják, hogy mégis menekülni akartam, és ne gondolják azt, hogy ért, hogy itt föladom őket, meg ilyesmi, mert kinyírnak a gecibe. Széthúzzák a lyukamat, az belepütyülnek, érti? Szebb a korban már nem zárnak úgy a szimeringek fölnek. Vigyázni kell. Hát tudom, de akkor is azért az... Most mégis itt van köztünk, tehát most végülis ugyanúgy elmondja, hogy ki kicsoda, vagyis hogy ismeri a fekete ruhásokat. Hát mert csak remélem, hogy nem fogják ezt most meghallani ezek hát, azért tudom, tudja, mit szoktak mondani, a remény hal meg. Elmondom magának, hogy ezek szentkilisztásról jöttek. Ezek a bokasüllyedéses gecik. Érti? Itt és milyen autókkal mászkálnak ezek a bokasüllyedések? Hát nem tudom. Fekete. Maratink, kösz szépen. Minden, ők feketék teljes mértében minden, amivel közlekednek, meg ők így is. Van, így van, így van. Én megmondom magának őszintén. Megmondja nekem őszintén. De becsúsztatok a zsebébe egy papírlapot. Ó, köszönöm. Mit a rájról vass fel. Mindenképpen. Uram. És semmilyen autót nem emlékszik. Semmire nem emlékszik. Várjon már picit, mert elgémben öttem. Egy terepjáróba... Pff, bocsánat. Szóval a terepjáróba jöttek ezek, tudja? Azt igen. Hol találkoztak a rablás előtt? Akkor engem elfogtak a híd alatt, oda jöttek, lebecsicskítottak. Oda jöttek legalább 30. Itt a városban van egy pár híd. Hát a Margit híd. Azt a kurva. Szóval... ott a striptease bárnál van a híd, tudja én ott? Igen, igen, tudom. Na, oda jöttek, ezek a csicskák oda jöttek 40-en, tudja? És kisasszorra nézek magára. Oda jöttek 40-en, 20-at főpopoztam jobb lábbal, másik 20-at ballal. Hitták az erősítést, tudja? A sok igen. Kövesek. De még mindig nem voltak elegek. Mert bevertem nekik egy ilyet. Mi ez valaki pám? Békára lépett? Azt igen, igen. Oda jöttek utána még 70-en, azokkal már nem bírtam. Aha, ez az a helyzet. És akkor kényszerítettek erre. Először szexelni akartak velem. Mondom, fejezzétek be, buzirudik. Nem vagyok egy pasztemető, semmi buziskodás. És akkor egy elvittek a bankba. Vagy buziskodás, vagy bank. De ez lett. De cínél, de szabban itt nem az. Ez egy buzi. Oké, elvitték a bankba. Odáig, amíg mentek a bankba. Előtte valamit megbeszéltek, hogy maga mit fog végrehajtani. Azt mondták, ha nem csinálom meg a bankot, azt lefognak és leszopnak. Mondom, hogy kérlek, ne. Egy volt. Nagyjából hányan volt ezek a fekete ruhás úri emberek. Nagyon szépen kösz a szubgifteket, srácok. A bévű. Májl, baromás, kösz szépen, boldog szülepot, Songok, nagyon szépen kösz Gergő, kösz a 2000-et.
Micsoda főnök, bocsánat, mert... A bankon bévű hány darab elkövető volt? Micsoda? Bélül? Bent a bankon bent a bankba, uram. De mi van, te vidéki vagy? Bocsánat, hát... Hát igen, van benne egy kis vidéki. Micskában eszenok, hogy itt? Figyelj csak! Négyön ötöd. Mondja, uram. Hallgatom közben, bocsánat. Ez telefonban? Mondom, hogy négyen voltak, azt hiszem, volt egy nő, az is ügybe volt öltözve, az a kurva, az se bírt magával, képzelj el. Rá, egyből. Az is így viselkedett, mint a kollégám? Gergők, ez a 2000, nem bírt magával, nagyon kancás volt te. Alig bírtam lerugdosni magamról. De az volt, meg egy másik, hárman, négyen voltak összesen ezek. És gondolom volt egy főkolompos. Így van. És az férfi volt, vagy a nő volt a az főkolompos? Férfi volt, emlékszik rám, nem tudom, magad jött napon? Csíket elveszem, ne. Amikor beszélt vele? Emlékszek, uram. Majd ki volt? Hát mindegy. Hogy maga volt ebben, de már nem emlékszek, már meg vagyok szédülve. Na mindegy, igen, egy férfi volt. Egy férfi volt. Rendben, és oda bent, kinek mi volt a szerepe, uram? Kinek mi volt a feladat? Hát én áldozat voltam, mondták, hogyha elárulom magamat, akkor megölnek engem is, meg a családomat is, az unokáimat, a nagybátyámat, mindenkit megölnek. Normi, kösz szépen a 10 subgiftet, nagyon-nagyon szépen kösz. Igen, de igen, akkor a többinek mi volt a feladata? Ki pakolt? Azt, hogy kiszopják a paszt. Azok pakoltak, azok törték föl a bankot, meg odahozták nekem a pénzt, azt maguk előtt előadták, hogy jaj, itt a főnök, izé, aztán nem is adtak oda nekem pénzt. Én csak bűnbaktak hát, de mégis magánál kellettem. Volt, tudom a pénz. Én nem voltam magánál, biztos, és tegezzen nyugodtan. Nem tegeződünk, uram. De csak egy mindig. kis része volt. Péter, ez szépen, sokok közt az 1000-est, Jocok közt a 2005-et. Akkor mégis magánál volt. Most az előbb azt mondta, hogy nem volt magánál, azt most mégis magánál. De nem magánál az egész, érti? Nálam csak egy kis apró volt, azok milliárdokat húztak. Hát uram, én nem azt kérdeztem, hogy mennyi volt magánál, volt magánál, ezt mondtam. Így van, így van. Így igaz. Nem fog hazudni magának, mert vagyunk már onba. Jó uram, akkor következő kérdésem. Igen. Találkoztak-e az után, ami rablás után még valahol esetleg? Én szeretném befejezni ezt a kihallgatást, kizárólag a hölgyel fog beszélni most már, mert maga komolytalan. Nem vagyok komolytalan. De, érti? Én itt kijöntöm a szívem, lelkem, maga mesebb, nem is foglalkozik. Kollégák, egy kicsit megkérdem, hogy minden kimennétek létszős a kihallgatóból. Gergő, kösz szépen a szobat! Nagyon szépen kösz. Kolléganő maradhat. Ha így már mindjárt kellemesebb. Kényelmebb helyezem magam, Káledem szoknyában vagyok. Úristen, rossz egy pina, lássa maga is. Elnézést. Uram, még mindig nem arra összpontosítunk, jó? Jó, hát maga nem mondja már meg nekem, jó azért, hogy mire összpontosítsak. Hát uram. Azt a nyilatkozatot, amit adtam, azt nézem már meg, hogy jó kérdezetetok. Hogy nézem? Ezt a papírlapot. Aha, nézem. Pillanat, kiveszem a zsebemből. Egy telefonszám jelzik róla, és akkor ott áll visszaadhatja. Ezt meg is fogom magának adni, mert azt gondolom, hogy én törvénytisztelve... Kolléganő, ugye nem éppenséggel magánéletét tervezget itt ebben. Nem. Akkor azt a papírt én is láthatom. Ahogy ez a sztolika mínusz! Szerintem ne nyújjon hozzá, mert itt így jól járt a pénze, és lereszek lódosta. Bizony, hogy ez a baktérium. Mi mindig megkértem, hogy mi mindig kihallgatáson vagyunk, jó? Úgyhogy ezt a papírodat belefejezni. Elnézést, Harna kapitányasszonyság, meg fogom adni az adataimat magának. Olyan úgy beverem az adatokat, hogy a szeme nem marad, összeakad, érti? Mint egy bicikli küllő. Én tisztelettel. Kolléganőm, egy kérdés. Tud viselkedni és a kihallgatásra összpontosítani, vagy mi mindig a szerelmi életét akarjuk kiérni? Ez semmi szerelmi élet, úgyhogy a hölgy az teljesen propi jár el magában ellentétbe, és fel is fogom jelenteni magát. Hogy itt kikacog engem. Meg fogom mondani. Péter, kösz szépen! Alex, kösz az 5 hónapot! Gyergyi írógépe van, azzal akkor azt kell leverni. Én mindent leverek. Bármit is. Mindent? Én mindent. Be, meg le. Érti? Bocsánat, itt az úrhoz fordulnék. Mondja. Szeretnék én a hölgyel ketten beszélni, mert vagyunk a viszonyban. Hogy hát tudom, ez nem mondtam. Én vagyok a kihallgatás vezetője, nem fogok kifáradni. Gergő, kösz a 250-et. Mi volt odaírva? Várjon egy picit, hagyd nézem meg még egyszer ezt a cetlit.
Az volt, hogy kimegyünk innen, nagyon csúnyán elő leszel állítva, vagy fel. Csók, mély Hanna. Uram, kérdezhetek valamit, négy szentész. Hogyne, persze, jöjjön. Maga. Kollégától. Ja, azt hittem tőlem. Csak itt az ajtónál súgó. És az volt azért, hogy készített ezt a mikrobinusz. Szóval, kitárjátok az egy bilincset. Minek? Magáncélra. Nem, szolgálati eszköz, kollégina. Ha olyan bilincs kell magának, akkor azt vegyem boltba. Hát de ilyen szexuális bilincs kell. Hát igen, azt vegyem boltba, ez szolgálati bilincs, ezt nem elnézést, bocsánat, én hallottam életedni, azért azt gondolom, hogy a kisasszony nagyon jó munkát végzett, ennyi megérdemel, hogy hazavigyen egy bilincset. Hát az a baj, uram, hogy ilyet nem vihet haza, ez mert miért nem? Ha? Van, lehet kapni boltba. Persze, a kenőpénzt meg elrakja maga a zsebibe, azt neki meg nem hát ad egy csöves fizet. Hát én nem fogadok a kenőpénzt, uram. Bilincse. Én nem azon megvesztegethető típusú. Elrigyem a passzomba, de legyen már szent. Na uram, vegyem vissza, jó? Na gyere, dobd le a jelvényt akkor, tedd le. Na uram, fejezze be. Pérpi legyél, tedd le a jelvényt. Uram, nem befejezi? Ujjel. Nem fejezem be. Dobd fel a kezed, te csicska, geci. Érted, felidegesítem. A szart is kiberem belőled. Érted? Úristen, hogy feszül a karja. Figyelj csak, tedd el azt a szart. Légy uram, szíves. Álljon le, jó? Nem állok le, ki vagy te nekem? Hát, te kirémbezkezett, te faszfokó! Ne, bántsa, bántsa. Uram, álljon le! Ha? Ennyi? Bocsánat, elragadtattam magam, elnézést. Nem probléma, nem történt. Elnézést. Jó, uram. Üljön a hátára, legyen. Akkor állom, kicsit elragadtattam oda. Bocsánat. Esett, de semmi probléma. Pő lesz jelenpe. Uram. Tudja normálisan folytatni a kiallgatást? Én már elmondtam mindent. Takarítók, mert légy szíves, szóljátok, miért a székem alatt mossa a fejjel közt. Na, uram, még egy pár kérdés. Figyelj, csak járni nem tudta, én már ültem. Csak mondom. Jó, rendben, uram. Érted? Beszéltek meg valami találkozásért, ahol találkozni nem, fogad nem beszéltünk semmit. Semmit. Megmondom magának őszintén. És akkor hogy adta volna át nekik a piszkos pénzt? Hát valószínűleg ezek megtalálnak mindig valahogy a rengemet. Random oda jön. Magát mind, már vadásszák, uram, vagy bizony, ez? Bizony, bizony. Egy űzött vad vagyok. Érti? Értem, értem. Vad. Az a hangom, igen. Elnézést, kisasszom magának a 8 centi elég? Hogy kérdezzem már meg. Mert az úgy van, nem, hogy 8 centi fölött szúró, ez már fegyvernek minősül, igaz? Ez nem így van? Essék, uram, mondja még egyszer. Elérdekes egy pontban, nem húztam, hogy itt. Most a kisasszonytól kérdeztem, hogy a 8 centi elége, vagy mert hogy a fölött már a szúró, ez fegyvernek minősül. Hát, nem baj alatt van, haza is megszúrhat. Én megszúrom magát. Essék. Jöjjön, kisasszony, jöjjön, hogy tegyen magáévá engemet. Most az most már nem kell. Na uram. Szeretném magával közölni a igen? dolgokat. Jó uram, meg kérem, hogy figyeljen rám. Figyelek. Jelenállás szerint feltételez, szabadlábra fogjuk magát helyezni, uram. Na ez a beszéd. Ártattam vagyok, bazd meg. Bírósági tárgyalásig, uram. Amire kapni fog idézést. Ficó, kösz szépen. Viszont ha addig bármit csinál, akkor azonnal letöltendő börtönbüntetés. Úristen. Jézusom, ez főfüggesztett vagyok akkor? Mondja, uram. Fő vagyok függesztve? Mondja, uram. Fő vagyok függesztve? Igen, fel van függesztve, de mondom, hogy ha bármit csinál, akkor azonnal börtönt fog kapni, uram. Jó, adjon már. Bírósági tárgyalásig van felfüggesztve. Jó, egy kis pénzt tudnád. Idézést fog kapni. Hazamenni, hogy megyek? A kolléganő nem dob haza. De viszem szívesen amúgy a céges sárművel, hogy gondolja. Köszönöm. Csak segítsék képpen, semmi átló szándék. Kolléganő, tudja jól, hogy nem lehet ilyet csinálni. Miért? Miért? Lefokozás szeretne, vagy kirúgást? Szerintem valami egészen másféle fokozás. De hát ő nem rab. De akkor sem lehet szolgálati autóval civil embereket furikázni. Egy ártatlan civil jól. Bajba jutott vagyok. De úgy a törvény, hogyha nem tudja jól, akkor elkövető a fejében. És rendőr között kapcsolatot nem lehet létesíteni. De ez ilyen kapcsolat. És én leszek az elkövető. Nem is maga az elkövető. Kösz szépen. Olyan dolgokat fogok elkövetni vele, hogy... Ölgyem. Vagy befejezi, vagy megkapja az a felfüggesztését. Befejeztem, elnézést. Engem is fölfüggeszthet, hogyha egyszerre függesztenek föl minket.
Úgy de szarul nézel ki, geci. Hey. Hát hölgyem, ez... Már kösz a 200-at. Jó, na, köszönöm. Na, ezt tartsogat, akkor ez a jó, mit köszönöm, viszlát. Még nem mehet, uram. Elnézést, uram. Jöjjön vissza, uram. Bocsánat, csak itt a kollégának. Nem tudnak kiszaladni nekem egy doboz cigi a boltba. Na, pangok. Uram, jöjjön vissza, legyen szíves. Hozzám egy cigit, ne legyél már csicska. Itt pangok, hát. Na, bazzuk, bemar az ideg ezektől, köcsögöktől. Na, putás, hozz egy cigit, piam. Na, elnézést, itt vagyok. Na, uram, várjon még, jó? Igen. Sem én nem szoktam cigit venni, én mindig itt a bekeket összeszedem a halottából. Én magának adok egy olyan cigit, amiért úgy meg úgy sose szívott még, olyan cigi. Uram, figyeljen, itt vannak a jegy. Barátsajak, hol szívott fogsz uram, kapni. Figyeljen ide. Igen. Itt van két darab jegyzőkönyv, ami az egyik az önpéldánya, a másik. Aha. Ami ilyenkor tudomásul vette azt, hogyha bármit elkövet, akkor azonnal be fogjuk hozni és börtönbe fog kerülni. Legyen szíves, írja alá, jó? A pecsétnél, Bence, köszönöm szépen. Jó, aláírom egyszerre. Ide a kettőt, a magáit is, a miénket is. Ide is, Friderikus Sándor. Ezek a mesztelen képek, hogy kerülnek ide ki rólam? Én tettem ki, mert figyelem magát, stalkolom. Akkor rakja és vigyeljem el ezek. Hölgyem, kolléganő, megkapta a felfüggesztését, kész, befejeztem. Kicsoda, de nem kell itt egyből izélni. Mit meg kell kéne valamit levessünk inkább, jó? Most levetem magamra a szolgálati ruhát. Tessen csak mindent. Segítsek, kibombolom. Hát így van. És egy hónapig nem is szeretném meglátni itt a rendvédelmen belül. Én látom magát minden nap, ha kell. Viszont látásra akkor. Uram, jöjjön maga, legyen szíves. Hagyj menjek, a kolléganő rosszul van. Nem segítenek. Milyen egy izé ez? Viszlát, uraim, köszönöm. Köszönöm szépen. Cigit nem hoztál, fiam? Miért vagy ilyen? Jöjjön, uram. Én jövök. Hogy menjen az öregesebb volt a chatbe? Kerázzát! Ja, Istenem, ez jó volt. Nyomhatta egy lájkot. Tetszik, akkor nyomjatok lájkot. Felkiáltójel, Kari, Sub, 50% off. Ilyenek. Ennyit tudok mondani nektek. Jöjjön, uram, jöjjön. Jövök, pörnököm, jövök. Jövök már, nem kell itt, izé, veri az ideg magát. Maga ilyen izé? Hiperaktív gyerek volt? Vagy mi? Eltört a hintalom a főnök. Kinek? Hát magának. Hát így tiszta veri az ideg magát. Mit kell ideges nem, mert az ideg, uram. Miért nem? Hagy menjen! Az öregesebben! Soha nem vert az ideg, uram. Ajaj. Na lássa, álljon meg főnök. Jöjjön csak ide. Lássa, már itt állnak ezek a fekete terepjáros gecik. Igen. Ezekről beszéltem. Ezek azok a terepjárosok. Persze, igen. Menjen csak oda, kérdezze meg, hogy a kurva anyjuka te vagy, igen. Jöjjön, uram, jó? Jó napot kívánok, tiszteletem. Munkát végzett az idős fiatalemberé jöttünk. Milyen munkát végeztem én? Milyen idős fiatalember? Mi van? Remek munkát végeztek. Az urat elkísérik, milyen gondozói, meg kicsit demens, meg vannak egyéb problémái is. Ne haragudjon, ez egy kicsit furcsa, hogy maguk kísérik el. Így van, ez tényleg furcsa. Mi vagyunk a izék, vigyázzon, mert ragályos betegségei vannak. Lépjen egy lépés házét. Jó, rendben, viszont a látásra, további szép napot. Menj a seregyulladás, mindenféle nyavaja. Sziasztok, mi a helyzet? Figyelj már, öreg! Igen? Milyen bozulás volt itt? Meg milyen izé? Kényszerítettünk, hogy izé leszop minket, vagy leszopunk, vagy micsoda? Leszopsz, vagy izé. Ezt... Milyen micsoda, öreg, hallottunk minden? Te kérdezkezett a passzopó? Hát mi vagy te? Ha? Az az üssed a buzit? Állj le te! Te hova meregszel? Te normális vagy? Állj meg, öreg! Te fejezd be most már jobb kéz, mert már sok leszel. Bárra. Mentek a passzomba. Elnézést, bocsánat. Elragadtattam magam. Na, jó van. Öreg. Na, jó van. Mi van, becsak? Vicceltem, tudod milyen humorom van. Jó, vicceltél, persze. Inkább humorom legyen, mint tumorom. Érted? Hát az a baj, humorod sincsen. Na, jó van, neked meg lesz majd tumorom. Nagyon sem szállj előre. Jó van, ne idegeskedjél, szedjél hangyát, fiam. Jó? Ne beszéljen csúnyán, mert szájon báglak. Na, mi a helyzet? Jó, minden jó? Öreg. Hát figyelj már, most mindjárt itt a karácsony. Az... Tudod, mint gondolkodtam, igen? Hogy szerintem na, mi, gondolkodtam. Tölthetnénk igen. Együtt a szentestét, vagyunk, tudod. Kis izé, szaloncukor, csillagszóró. Gyula, kösz szépen! Mit szólsz?
És hol akarod a szent testét tölteni? Hát nálunk. Felgyújtottuk a pucidot is, ahol laksz. Hát azt így mondom, kicsit tolatva megyek, jó? Hát figyeld. Mindig seggel előre vinn a buzikus. Ne undorít az autóba, azt sem tudom miért. Hát a fogyatékos vagy, mert értelmes embereknek ne, én bassz meg. Megmutassam, hát, hogy kell vezetni? Megtanítsalak? Jaj, te ne. Na, megtanítsalak, bassz meg. Ne, nem kell, köszönjük. Gyula, kösz a szubad. Ne, szépen kösz. Vigyük le valahogy ide őt a... Ide engem a nem vigyetek már sehova. Nem, mert bassz meg, mert nem figyelj, akarok öreg. Menni. Igen? Az a helyzet, hogy nem tudom, tudod, az egész rendőrség a zsebünkben van. De melyikben? Mint olyan, hát a farba, basz meg. De hogy például abban a kis zsebben egy egész rendőrség? Hát, ügyesen. Összehajtogattam őket ügyesen, aha, tudod? Igen. Na, és kurvára végighallgattam az egész kihallgatásodat, szóval hallottam minden egyes hát az szabadon. Jó, mert akkor tudod, hogy milyen hűséges voltam végig. Aha, igen, öreg. És hát, becsületes. Az a baj, hogy nem ez jött le. Hát akkor tudod, mi? Nem ez jött le, mi jött le? Sminket? Pont az ellenkezője. Ja, azt hittem. Itt mondtál, ezek a teletabik, gyászoló teletabik voltat, te egy kurva is, meg ilyenek. Hát az a szerencsét ilyet. Nem vagyok robot. Munkás várnámban egylik, ott nézett ki a jobb kéz. Ez igaz, jobb kéz? Igen, ez tényleg így van. Na figyelj, most megállsz, nem baszlak popám, oké? Okay? De tényleg most az utolsó. Tényleg. Embernek tudod, szarra. Mi? Az a baj, öreg, hogy én ezt nem tudom megígérni neked. Miért nem? Melyiket? Hogy nem baszlak pofán, szállj ki, légy szíves és sétálj. Nem bírok, beragadt az ajtóm. Segítsek kiszállni. Légy szí. Nem segítsek tudom. Neki, főnök. Nem bírok kiszállni. Nézd meg. Gyerekzárban, nem tudom, erre, mi van. Erre. Gyerekzárban? Ide. Nem, öreg. Ha nem? Szállj, öreg. Nem nyílik az ajtó, bazd meg, süket vagy? Szétlőm a picsába akkor az ajtót. Ja, hátul ülsz. Akkor azt az ajtót levem ki. Mutogassál. Bocsánat, nagyon fáj ez az ujjam, nem puszilod meg. Ide jövök az öreghez. Jó? Nem fog fáj, most jó lett. Jó, hát bazen minek kell gyerekzár felnőtt embereknek? Dávid, kösz szépen a szóval. Azért, mert hogy ostoba vagy és félek, hogy kiesel. Nem szabad így beszélni. Na, most így beszélsz. Gyere, öreg. Gyere. Tehát végighallgattuk ezt az előttem egész mondókházat. Előttem két villamos, apád segge csillagos. Ezt ismered? Nem ismertem, öreg. Ha, valószínűleg ez a szöveg olyan öreg, mint te. Azért nem. Milyen gyönyörű? Nem, trendy? Olyan öreg, mint te. Luxus? Nem luxus, öreg. Na Istenem, megint ez a hadonászás mori. Tedd már azt a pegybert. Jaj, nem, kicsi csak a passzol, ez a kedvenc pisztolyom. Az Gárodon a pisztolyt mutogassátok. Mi van? Mikropénisz? Nem öreg. Milán, nagyon szépen köszönöm a szobjuk. Zsoldosok vagyunk, bérgyilkosok. Mi a faszomat mutogassunk szerintem? Ja, mondtad nekem, hogy zsoldosok vagytok, de azt hittem, hogy zsolt... Na, én azt értettem, hogy zsoltisok. Nem, mondom, az melyik egyház? De akkor zsoldos, félre hallottam. Öreg. Térjünk vissza arra, hogy babai, kösz, a $33 nagyon szépen köszönöm. A kihallgatás alatt végig. Figyelj, azt mondta nekem a rendőr, igen, odajött, fülebbe súgta, hogy eljött az idő. Baszott ki, nő? És mondom, te miről beszélsz, te hülye vagy, bazd meg? Aztán mondta, hogy mondjam el az igazat, és akkor ebben a pillanatban ott volt az a rendőr, azt megcsapott a pinaszag. Ez tényleg így volt. A Hanna. Aki aha, ott van a hatalmas, Hanna? Két darab hatalmas kanna. Hát, elérjük valamit Hannáról? Igen. Férfi. Hát, és ezzel meg egy, Hanna egy férfi. Hogy lenne már férfi? Hát csöcse volt neki. Nem volt csöcse. Hát most igen. De gyárilag nem volt csöcse. De akkor hogy hívják, hogy Hanna Diamond? Az új PC programban vesz részt a rendőrségen, aha, és ő egy transgender. Hát figyelj. Egy férfi, talán... érted? Faszos nő. De passza is van? Igen. Miért láttad? Te szóval tudod? Hát tudom minden. Az összes rendőrségben mondtam már. Hát mindegy. Figyelj. Ezt a Jacobot szerinted kiuttatta ezredesi rangba, aki kihallgatott téged. Mert te... Mi? Hát, igen. Erdjél már a passzol, mert a boltban nem tudsz elmenni egyedül. Te már tényleg nagyon nagy neki szemben. Már most tisztelettel mondom, és nem sértettél. Nem, öregcsöt, te nem adod meg nekik a megfelelő tiszteletet, mert nem tudom, ezt nem akarsz rájönni, de ebben a városon mi vagyunk a hatalom. De térjünk még mindig vissza arra, hogy miket mondtál kihallgatáson. Most akartam elmondani, de közbe vágtál. Hogy leszopsz, vagy elmegyünk veled a bankrablásra, így vagy van, nem így bankrablásra. Te rohadt. Nem így volt. Be. Meg hogy kényszerítettük. Szégyeled itt a cimboráid előtt. Mondd mit? Ki akkor. Hát azt, amikor beültem a kocsiba, mit mondtál nekem?
Nem emlékszel? Vagy mi? Lukas az agyad. Azt mondtad nekem, hogy vagy leszopsz, és hagyom magam, vagy elmegyünk bankot rabolni. Nem így volt? Most mondd meg! Jó van. Na, megint kezdjük bereket. Komolyan mondom. Igen? Nem fel tudsz bosszantani. Nem tudom a főnök miért akart téged életben tartani. Ha rajtam múlna, már rég itt lennél kibaszva a Los Santos River partján. De mi hogyan? Érted? Mesterenül? A patkányok rágnák a testet. Mesterenül. Ádám, kösz szépen a szumbat. Na. Pina. Szóval ez a mondok a kurvára nem tetszett nekem, amit te ott előadtál. Jó, figyelj csak, hát most bazog a rendőrségem, mit mondasz? Azt akarod, itt... hogy kóterba rakjanak 100 évre? És persze, és ránk. Hát mit mondjak, hogy én voltam egyedül, vagy mi? Te most gondolkodj el már... És ezzel a Devonát is lekurváztad, ugye miről beszéltünk a nemzetében? És ebben nem is hazudtam. Az egy hülye kurva. Hát, te normális de vonáról ilyet ne mondjál. Majd meglátod, ezt amikor beszéltem. Beállítom mindegyik ötöt megbasztam. Most álljatok elő a farmával. Mondjátok nem, el. Nem, senki nem basztam. Megbasszátok őt? Dehogy nem, az egy kurva. Na, lehet, rajta. Hogy ő igen, de na, ki ugye. Tudja. Hát akkor meg egy hűtlen. Én csak téged védelek, baszd meg. Ja, hűtlen nőktől. De én nem nyomogatom, hát tudod, Sandra, nekem feleségem van a Viki. Ott volt az esküvőnként, te adtál össze minket. Én azt... Az nem kamu, tényleg a feleségem. Aha. Ezt, és ezt, ő hűséges tudom, hozzá? Lejötte. Hát... Nem. Állítólag igen. Aha, persze. Tudnék mesélni, de ne menjünk bele. Hát az még előtte volt. Megbasztam őtet? Nem basztad meg. Dehogy nem. Visított, mint dehogy. Egy malac. Egyed már magad a tereg. Rohadjak meg, itt száradjak. A farkat se áll fel, hát hány éves vagy miről már? Beszélsz, nyakad köré tekeredik, mint a köldök zsinor. De figyelj csak, na most itt föl vagy háborodva, az ellenkező helyzetben hogyan reagáltál volna a rendőrségen? Azt mondtad volna, kellett volna mind a balhét, látod? Persze, minek nézel engem? Madárba? Ez egy teszt volt. Ez milyen egy teszt volt, illetve amit megbuktál. Elmondtam neked, ez egy bizalomteszt. Nézd meg. Mi vagy te, egy kibaszott hős? Így van. Az vagyok, bazd meg. Rávittem a balhét helyettem, úgyhogy kiszabadultam. Ha vagyok, na, ez hát a David Copperfield. Copperfield vagyok. Akkor az meg? Az Copperfield. Madárfield vagy maximum. Meddig van ma live? Addig, amíg fel nem szobolsz, Attila, köszönöm. Na jó, van, figyelj, nem haragszok rád most. Meg tudok bocsátani. Azt gondolom. Nem tudom, te hogy állsz ehhez? Te igazából nem is lett volna ez azért, de hogy a Devonát lekurváztad, azért most kénytelen leszek téged egy kicsit megfelelíteni. De én nem a Demonára mondtam, hogy kurva. Nem Demona, Devona. Hát azért mondom, én a Demonára mondtam, nem a aha. Demonára. Nem ismered? Hogyne. Hát most hát bazd meg, hát süket majd. Piam. Gábor, nagyon szépen kösz a szubitet, Helfi, kösz szépen a szubat. Elmondtam neked a rablás elején, mit mondtam neked. Itt idéz fel. Vagy ez egy teszt, gyönyörű vagy működhetünk vagyok. Társaként, ja, nem, ezt nem mondtam. Dehogy nem mondtad. De megint, hol szartál az meg, ahonnan enni kapsz, érted? Figyelj, csak tartásom van neked. Beleharaptál, belemartál ebbe a kézbe, érted? Ebbe a kézbe, amivel enni adok neked. Te mit azt nekem enni, te verém? Azt mondta, igen? Mit? Igen. Mit adtál te nekem? Hát cigit például. Hát ez nekem köszönheted az életedet, öreg. Hogy még élsz. Te figyelj csak, neked valami izé van, ilyen Isten szindrómád, vagy valami baj van az ötöttel. Szerintem Bárány Imrös volt anyád, mikor terhes volt, vagy valami. De szemroszból. Anyám egy kibaszott zsenit szült. Hát az biztos. Egy legendát. Csak leszúzta a vécét. Az a baj. Jó, figyelj csak, jobb kéz, megbocsátok. Bárcsak téged húztak le volna a vécére. Miért mondasz ilyet most? Miért mondasz ilyet? Azért, mert egy csomó problémától megszabadultam volna, érted? Én nem haragszok rád. Szeretet ünnep a közöttében. Na, hát ez a szerencse. Ajándékkal is készültem neked. Igen? Amit gondosan készítek majd el. Egy új karácsonyi púcsit elfogadnék amúgy. Figyelj csak. Öreg, csak most, hogy így négy szem közté megjegyezném, hogy... Hadd legyek őszinte veled. Karácsonyra egy púcsit, igen? Én azt gondolom, hogy ha megtanulod azokat a dolgokat... Bocsánat. Bassza, menj, ezt szarabnak a dereg. Amikor... Már nem amiket, úgy zárnak a szimeringek, mi? Amiket nem szabad kimondani, ilyen butás dolgokat, akkor én felajánlok neked egy... Felajánlok neked egy ilyen pulóvert. Érted? De ilyen izé, én szorososat akarok. Olyan lesz.
Olyan lesz. Nagy passzal, ilyen Icarus Piltengernyű passzal. Jó? Ja, te is rajta leszel a pulcsin, akkor nem kell? Én nem leszek rajta a pulcsin. Figyelj, csak mennem kéne, mert most hívtak. Ki hívott? Az ortopédián múltkor voltam röggelen, azt a leletet adják ki fel a bokasüllyedésről. Azt ilyen talbetétet készítenek nekem. Sándor, kösz az ezrest! Értesz? Ezt mennem kéne, mert most csökk az új cipő. Mit csináljunk velük vele, srácok? Mit gondoltok? Mit csináltuk? Mert mit csináltuk? Kálmán, szólalj meg! Kálmán! Tüsi! No. Adjuk neki egy pofot. Mit csináljunk az öreggel? Figyeljetek, legyen sportszerű, én azt mondom. Leo! Szerintem sportszerűek legyünk. Gyertek igen? Sorba, ideállok, figyelj! Futtassunk meg! Nem, ideállok! És akkor igen. Így... Nem tudom, ki lesz az első? Te? Te leszel az első? Na, Leo, tedd el azt a izét és üsd ki az öreget. Kapjátok el. Bocsit hozzátok, vágjatok elé. Nem bírnak elém vágni azok a szarok. Csicska, gecik vagytok mind. Hova szalasz te beréb? Hát nem talált. Mi van, öreg? Nem bírsz futni? Hát, bazzok, látják? Nem bírják a vén lábai. Látod, ilyen csövesek vagytok, Dík? Na látod? Neked meg ennyi nincs benned, hogy összeüssél Leóval egy per egy. Hát szóval tegyétek el a szarságaitokat, jöhettek sorba. Tegyétek el! Megfutam ott, nem mondtam, hogy ahol tegyél a izét. Miről beszélsz? Veszitek elő a szarságaitokat, csöves gecik. Na, ki az... Na, hát akkor is jössz a Leóval, felbe, egy per egy, szóló. Kikivel? Melyik az? Hát ugye... Leo, veled szemben áll. Mehet, gyere Leo! Itt vagyunk jobbra faszopó. Neked, Kálmán. Mi van, te csöves geci? Ha? Ha? Leo! Egyenesen, Kálmán, gyere. Most mi van? Meg vagy szeppebe? Hova ütsz, te csicska? Mi van? Ha semmi. Mit találtál? Ennyi vagy öreg? Semmit, hát hagytam magamat. Nézd már a kis csövesre. Mire a sinek mentén, Kálmán. Már, hopp, ezt itt felejtetted. Már egy picit. Hopp. Itt van, megvan. Milán, kösz szépen. Másik irányba, ha a... Most jó felé jössz, nagyon jó felé jössz. Nagyon nagy küzdelem van a jobb sarokban. A csicska Leo. Ne baszd őket. De üsd el a gecibe. Leo van. De mi van? Ha? Itt van Pia, megyed. Egyed. Gyerünk már Leo, nem tudsz tizé lepadlózni egy öreg embert. De hogy tudna, már nézd már rá a csövesre. Éj, bocs. Na jó van, srácok, mit szóval... Milán, kösz a szobat! Visszaviszem az öreget a putriba. Nem megyek kell, oda találok, megyek gyalog, hagyd a gecibe. Maradjál már csöndben, azt tudod, hogy merre vagy arra előre. Dehogy nem, mert mindent tudok. Én se találnál a putrig, szállják ki öreg. Nem bírok. Öreg. Beszorult segítek, jó? De ne lőd ki a köröket. Figyelj, csak így szoktam kiszállni. Persze. De most legalább hagyj vezessük meg egy ilyen gazdag autót. Most miért nem lehet megengedni? Akarsz vezetni? Ha, persze. Figyelj már, de ezek után öreg engedjen meg. Még érted, hogyha ezé, hogyha... Milán, kösz szépen még egyszer. Normálisan és nagyon szépen kösz mindenkinek a rengeteg subgiftet. Nagyon aranyosak vagytok, srácok. Köszönöm szépen. 50%-os kedvezmény van a subban, srácok. 999 forint. Nem. Vissza tudjátok nézni az összes streamet. Reklámmentesen. Ez kurva, hogy lőttük a kereket, most még ilyenben fog csúszni. Ja, te hülye gyerek, melyik lőtte ki? Na, öreg. Szemben beszél az ember. Nem neked mondtam, na, most mit idegeskedsz már egybe? Hát nem, de Attila, akkor nem 8 emberi, mint hogy jön az a tisztelettel kéne, megilletned, mint engem. Mert mint ember engem nem illetsz meg. Köszönöm a sáncokat. Leo, Steve, visszamentek az éjjel. Az öreget addig elviszem. Szevasszok, szevasszok. De figyelj már, egy ilyen mikhaj, mi haszna? Csicska, ilyen sáskatestű geci pisztolyokat honnan szedtetek össze, bazd meg? Hát figyelj, most tudod, mondtam már, most máshol vannak a legjobb embereink. Elvitte őket a főnök. Hát ezek jutottak, én munkanélkülibe ezeket találtam. Húzták a sorszámot, érted, és... Hát ez prémium mire van? Milyen prémium? A YouTube prémium? Nem tudod szub nélkül visszanézni a streameket. Hát hogy ne lennék, bazd meg, hol lennék?
only sub a visszanézők. Hát azt a bodon lehet megint nem erült a hallókészüléket. Hát nem erülné már. Víz alá hát ilyen szerencsét. De nem is üsplokó. És akkor mi van? És kerülőbe jön. De ne kocsikázzunk, mert dolgom van, most mondtam. Pazd meg az orvos. Vár. Öreg. Igen? Figyelj már. Igen? Hogy kérdezem már tőled valamit tényleg? Tessék. Ki a faszt érdekel? Hogy neked mi dolgod van? Na figyelj csak ide. Most egy, itt vagyunk. A popán baszlak. Kipeled a szélvédőt. Most nincsenek itt a csicskásaid. Örüljenek, hogy elsétált, mert szart kiberem belőled. Világos? Szállják ki pele? Kifelé, öreg. Szállják ki, hagyd mutassol ebbe barátod. Kifelé. Mondom, szállj már ki, te csöves. No. Figyelj csak a kurva anyádat. Szia, szia! Hey, mit tudod az üreget? Adja ki! Adja Krisztó, adja neki! Te fasz a polgár! Te bűnös geci! A kurva anyát üssétek! Üssétek a buzit! Üssétek ki! Adja neki Krisztó, ez az! Tiport meg a passzokot! Tiport meg a kis köcsköt! Jó van, figyeltek! Na mi van, kis köcsök? Figyelj, Krisztó! Hej, vigyázz az öreg, he! Na, de tám... De hova ütsz te? Kinek ütsz? Mi van te? Beszélj, szart! Gyerünk, Krisztó! Adjad neki! Csap le! Figyelj csak jobb kéz! Állj! A demonáért kapod! Bazd meg, te kicsi! Megtámadtak minket! Hidd a rendőrséget! Rendszámát olvasd le! Olvasd le a rendszámát! Anyád szemvízzel főz buzifejű! Ez igaz! Hallod, mi van veled, beszélő szar? Nem félsz, nem félsz, nem a szarszínű bőrödön csak, mennyi gyászoló telet, abbi a rákba, ne izé! Húzz a rákba, faszopó! Öcsém! Öreg, mi a helyzet? Ezek vittek el múltkor minket, nem emlékszel rá? Szevasszok! Sétgyújtották fel a házamat, miattad, igen. Most jöttem, mert ott voltam, szarni voltam, azt láttam, hogy itt megállt. Ezek buziskodtak, mi? Ha? De hát mit akartak már megint egyébként? Tőlem semmi. Mi történt el Alival? Most meghalt, vagy nem, vagy mi van? Nem halt meg, de hogy halt meg. Szopik Lajos. Lajos csak szopik, ne idegeskedj. Hallja vagy lát, azt mondtam. Egy feszt ezt mondjátok, hogy meghal. Ugye csak a szopán szóval. Ez prank, hallod? Szia. Mi a helyzet? Hideg van. Ugye csak bedugjam a fűtőszálat? Nem. Nekem van egy lázmérő, megmérem. Kód, kösz szépen a 400-at. Kupp fel a seggedbe a lázmérődet. Á, Istenem, megint az arcoskodás. A szemtudom kuppot dugtam, reparon. Mikor leszek kedves? Itt a szeretet ünnepe. Amikor te. Hát most idejöttem hozzá, tudod, hogy megdörzsüljem azt a nagy 3 négyzetméteres hátadat. Annyira cuki tőle. Szerintem Mikulás jött hozzá, öreg. Lehet, tuti Mikulás van nála. Hallod, Mikulás nála? Már elmúlt, tudod, abban a korban vagyok, mikor nincsen. Ja, klimaxos a kurva. Igen. Akkor meg azért ilyen bolondik. Pontosan, ahogy mondod, hogy érted? Olyan okos vagy, kapsz egy ötöst. Köszönöm, add ide. Ötösszeret? Ú, én is okos vagyok, adjál már nekem is, te legyél már, geci. Mindannyian okosak vagyunk. Van, nagyon. Na, mi a terv? Remélem, mentek és kitakarítjátok a házat, meg mit takarítsunk le, mikor le van égve? Nem látod hát itt, hogy mi történt? Hát oda kell menni, azt meg kell nézni, hogy mi menthető és mi nem. Hát egy dolog biztos nem menthető, az pedig te vagy. Az biztos. De, hát én itt vagyok, szóval... Én egy valamit láttam, amióta hozzá. Egy valamit láttam, de azt majd az öregnek akarom csak megmutatni. Gyere csak öreg, megmutatom, ha. Mi az, hát Krisztó, nekem is mutatom. Gyere, gyere, te is, ha. Tele vagy szar. Na. Nem vagyok te szarva, te csak maradjál ott a helyeden. Maradj ott a helyeden. Ne menj közel a tűzhöz, nem szeretem, hogy serceg a tepertő. Pedig az milyen finom. Milyen jó perzse disznószag lenne, a szűrű megégne, ha. Az biztos. Olyan jó lenne. Három szőnyeg kijön belőle. Hallod, öreg, ha? Igen. Figyelj, én úgy gondoltam, hogy tudod, a Mauglival, akkor alávértem, tetszett neki, érted? Azt mondta nekem, hogy ha meg nekem adja a résztelepet, csak egy valamit kéne megcsinálni. Micsoda? Ha fel kéne gyújtani a sztojkának a házát, az fényképeket kéne csinálni, és utána azt mondta, enyém a résztelep, meg a picsája is. Na jó, ezt beszéljük át, ez jó. Itt vagyunk, megbeszéljük. Na, menjünk. De valamit egyezzük már meg, hát azért mi segítünk neked, nekünk lesz is pénz, kiár egy minden kis morzsa. Mondta, pénz mindent ad. Akkor megadom a lakbért is, érted? Meg de a hókuszportkét akkor a vastelepnek a 20%-a enyém meg a Jokeri. Mi ja, a közösbe lesz, közös. Á, jó, jó. De meg a Maugli is, a Maugli is megadom. De így van, le kell papírozni, hogy közös per közös lónak. Gyanik, ez szépen. Ezt az öregtől tanultam meg, tudod? Ez igaz.
Ez most igazat szólt a gyerek. Úgyhogy, úgy kell papírozni, hogy három fele kell osztani, akkor 33,333333 végtelen 3%-os a részesedési arányok, érted? Mert három fele a 100%-os az? Most a párom. Nekem mindegy, csak ezt a sztorikát valahogy fel kéne durrantani. Tamás, kösz szépen! Szóval nagyon-nagyon szépen köszönöm. Tudod, valakik a sztorika vagy nem? Máté, neked is. Jó, mert akkor ez a te szerencsenapod, jelen én tudom, egyszer voltam nálad, tudjátok mikor voltam? Egy utást adok majd, meg egy ásó nyomrat is szerettem. Igen. Te minek volt a sztojkádán? Akkor voltam a sztojkán, amikor elengedtek minket ezek a faszkalapok, akik itt voltak, csávó, tudod, a havernában, nem emlékszel rá? Nem, a ház előtt nem engedett be, vagyis hogy hát láttam, hova ment be, annyi. De nem engedett be. Siposéknál is volt szerintem. Te siposéknál is voltál? Ott is volt, Tupi. Te voltál a síposéknál, Joker? Nem voltam a síposéknál. Síposéknál is voltál? Síposéknál? Nem mentem be hozzád, egyiket sem mentem be, esküszöm, csak láttam, Lici. Na jó, Tamás, ne hiszi. Tamás, bocsánat, most nagyon aranyos vagy, köszönöm, Tamás. Mindegy, figyelj, akkor te tudod, hol laknak? Köszönöm, kösz szépen. Akkor csinálni kell ilyen mulutupot itt. Az maradt múltkori, Boppá. Nagyon szépen, kösz. Akkor meg durrongassunk. Jó, mert nagyot ment múltkor is, emlékszem. Figyelj csak, én simán lepényképezek mindegy. Akkor várjatok, kiparkolok a kocsival, azt bepakolok a kocsiba, jó? Egy pillanat? Legyen úgy, legyen úgy. Figyelj, addig a dagadt kurvát szórakoztassátok el. Mondjad. Hát azzal én nem bírok el, Dí. Te most ja, nem basszad a Mauglit? Hogy, de mikor alávertem, tudod, mikor oda voltunk két teremben, emlékszel, mikor... A szorod, hogy alávertem. Én is megbasztam őtet. Kosógorok vagyunk köre. Erről beszéltem, hogy rokoni szálak alakultak. Ez olyan, mintha amikor egymással itt állnánk, az... rohamsisokat egymásére húznánk, tudod? Hát olyan, mint a megpuszínánk egymást, nem? Csaba, kösz szépen. Hát erről beszélek. Sógorok, sógorok közt. Így van. Figyelj, most ez a sztojka, nem fog rájönni, mi vagyunk. Valamit azért akarok neked mondani. Na mondjad. Mert a Maugli, on Saba sapinája, mint az alien, amiért köp, megmarja az acélt. Ez nem zavar téged? A bajszam néha serceget. Azért mondom, mert én utána visítottam, hát. Úgy éreztem magam, megmondom, mint a lemorzsolt melbimbókkal, ecetmedencébe húztam volna. De megmondom neked az őszintét, az a baj, hogy hiába puszígattam, hogy innen nem nedvesedett be, hát. Azt megfogtam, alávertem, az figymafékig szakadtam, hát. De úgy vertem, mint a bolond. Reál barac, kösz szépen! Utána nagyon bírtam alatt húgyozni. Ki voltam készülve halljak. Gézlappal betekertem, meg betadom. Borzasszó. 994, 25 euró. Mi legyen? Menjünk oda, azt nézzük, mert mit akar ez a cselédik. Az hogy lehet, Ricsi? Az nem? Joker akkor te nem készíti a koktélokat, hanem... de nem tudják meg, hogy mi voltunk. Imádlak, Szabolcs, közt az ezres. De hogy tudják meg, Dík? Akkor mit mondunk? Honnan van a rész, a telep? Találtuk. Kiközösítjük? Nem. Kiközösítjük azt a cselédet? Az valami kamuzás kell, valamit ki kell találni neki. Mondjuk, hogy elmentünk a boltba, addig mi a boltba voltunk. Élnek az anyjáik azoknak? Családja, nem valaki? Tudom. Meg kell penyegetni. Hogy izé, írjunk levelet nekik, persze. Hogy mi? Persze. Ragasszunk papírfecint bűvele. És akkor azt mondjuk neki, hogy mi visszaszereztük, és megmenekült a család is. Hősök leszünk. Amúgy ez igaz. Érted. Rudika, kösz szépen! Ancsi, kösz szépen! Biztos, hogy 9.90-be kerül a szubsrácok. Tehát én is a Joker mennyi van? Mindjárt már készítem nagyba az egészet. Jó van, az a cseléd amúgy mit áll ott? Ott áll, azt nézd, hallgatózik. A fajzétek le, foglaljátok le. A pénzt idathatnám úgy. Hallod? Szia! Merlin, kösz szépen a szobot! Egy ötöst ígértél, nem? Azt mondtad, ügyesek vagyunk nagyon. Vennék egy doboz cigarettát. De tudsz adni egy ötöst? Figyelj csak, mindjárt visszahozzuk, mert most ott most megyek a fizetésre, mert napszámban voltam. A 778-as. Gábor, tesszük. Meg itt a barátom is. Szia. Szia, üdvözöllek. Nekem is tudsz adni, mindjárt jövök. Tessék. Köszönöm, de rendes vagy, köszönöm. Köszönjük. Szabolcs, kösz szépen az ezeres. Elég is fog, menjünk innen rákba helyén. Addig. Veszünk egy doboz cigit, hát? Á, figyelj, na gyere üljében, na gyere üljében, veszünk egy doboz cigit. Gyere, itt meleg van, hát. Gyere üljében, ide elmegyünk a boltba, veszünk egy doboz cigit. Csak a bal oldalra kéne ulni, mert új a laprugó. Ne vegyétek már a kocsit, ebbe akarok bepakolni, hát várjatok már, mindjárt meg vagyok. Hát csak a boltba akarunk menni, egy cigit veszünk. Nagyon szépen kösz mindenkinek, mennyi a maximum?
Azt mennyibe kerül, vagy hány darab? Legalább meleg van. Nem tudom, nézd meg. Azt kell, remélem, mire beelőszünk, nem lesz ilyen makrél aszal. Az ablakot résnyire elgyűz le. Decemberre van. Utálom ez egyébként, ez az akció, srácok, ki tudjátok próbálni. Vissza tudjátok kislámentesen nézni a streameket. Rendben van. Rendben van. Meg ilyesmi. Menjünk akkor. Mehetünk. Most sem tudom, hova megyünk. Bálint, kösz szépen. Te vezess, te is vered a szolikáékat. Ja, tényleg. De egy cigit vegyünk előtte. Ja, a bevágyunk. Úgy panga lyukam nekem is. Ki vagyok izébe szikkadva már. Igen, már Jokernek is tudnál adni akkor egy ötöst, mert ő is jó volt, tudod. Persze, az most így van. Mindannyian jók vagyunk. Úgy is jön a karácsony, ilyenek. Persze. Sokat lehet karácsonyi előajándék. Így van. Mambo, Leo, meg minden. Mi vagyok én? A most, hogy mi az, hogy mi vagy te? A tündér keresztanya, látod? De anya, most az vagyok, mi vagy? Térdik, mi a pupik csecs vagy. Ez igaz. Ez igaz. Na nézzük, mi van itt. Tessék. Az igen. De mit találtál, Krisztófia? Egy pecskét, veszek meg, veszek egy ilyen olcsó üdítőt, ezt az embert. De nem mondd meg, hogy mennyit adtam. Mi az, mert neked mennyit adott Joker? Te mennyit kaptál? Hallottam, hogy kiabálja, hogy nem mondd meg. Nekem egy ezrest adott. Mi a fazom? Arrudas kurva anyját. Miért, nektek mennyit adott? $5. A kurva anyját. Azt mond, hát a tiéd, a dembe. Nem a tiéteket, az övét. Figyelj csak! De mi az, hogy a Jokernak ilyen nagy pénzeket adsz tőlünk, mert sajnálod? Neki minek a szanyi? Mi? Rákegye ki a nagy picsára. Hát $1,000 ki, mert körülöttem az állóra. Egy ezeres kaptál neki, szomorodjál meg. Hát hallottuk, hogy kiabálod. Pattalj ki a kocsiból. Tehogy pattarok, itt meleg. Szállják ki pele. Majd ha dobtál a benzinbe, utána le a benzinkútra. Hát menjünk akkor a benzinkútra, azt kifizetem. Ezret kaptam, de ezret kaptam. Nem azt hittem, hogy itt a viszályokat. Gyere ide, Krisztó, nézzek a sebem, gyere ide. Melyik a vicces menés? Itt van, gyere, nézd meg, én nem hozhatok. Ezret kaptam. Az igen, $1,000. Az igen. Hosszátok el. Hát mit osszunk el? Hát külön-külön, nekem külön pénz kell, aki ez más nem ért. Megvan a miért, hogy miért adtam neki többet. Mert mi? Benyaltasz be a nagy lyukadba, vagy mi? Be bizony. Tényleg, Joker, ha benyaltál az izébe, de nem ér a duba. Ha? Azt mondta, megkerested a G-pontját? A G-pontját megkerested, ha? Lombuc, meg kösz szépen! Nagyon szépen kösz, srácok, mindenkinek. A gifteket, meg mindent. Sas tojás, kösz szépen neked. Hallott, te bekented magad, de hónaj, de jóval. Az be van kegyve. De jóval? Geci büdös vagy. Nem rosszul mondom. Borot válod. Te most ezt nekem ugatod? Hát neked, te üsz mellettem, a kiűnne. Ez öregnek már ki van húva, a haj és a lipva. Négyen vagyunk engem az ideg levágott. Nem, azért mondtam. Levágott az ideg. Én szoktam fürdeni, képzeled el, nem úgy, mint te. Én ecettel fürdök, azt mondták, ha ecettel fürdök, akkor szaktalink. Az ecet a szaktalanító. Most én nem költök hallod ilyenekre. Hallod a pennyerről a vodkával is sűröthetsz, nem? Azt nem. Ava nem. Ava csak lábad. Most a gombaölő hatású. Az ecetnek van gombaölő hatása. Vagy én ezt tudom, hogy mondom mire használok. Mondom már olyanokat, olyanokat mondom, mert Sisi. Mire használsz? Állj móle! Azt se tudom, hogy... Valival mizuk ide figyelj, terhes. Ide figyelj, én azt se tudom, hogy te minek dugdosod a pinádba azt a dugókat, amit a focistáknak az orrukba szoktak. Na ez gusztustalan. Az előbb a férfiak az orrukba dugják, te meg abba dugod. Nekem imádom már olyat nem kell használni. Szeretem. Nagyon jó. De használtál, a... ismert a használtál. Pedig én olyan sem hallottam, hogy folyásod van és arra használom. Gusztustalan zöld folyásai vannak állítólag. Azt a kúzs. Akkor van a nőnek folyás, amikor fel van fáz. Ez egy jókre, genyó. Ez egy jókre. Az vagyok. Meg lehet oldani, csak a szállításkora drága. Az a baj, de szerintem meg lehet oldani. Csak most itt vagyok veletek. Mindannyian, hallottak? Az öreg itt van valahol. Öreg itt vagy? Hallott, ez se jó. Jó vagy mi van? Balra ezt a házat, há? Ez... Az anyám, basszom. Ez az övé, há? Mi? Ez a Krisztói? Erigyél már a Krisztói? Vagy mi a... Ez az izé, Sztói Kályi. Mi? Ez most itt kereste bejáratot, há? Nem, ez az ott volt. Erigyél már a faszomba. Én nem hazudok neked, basszom. Hát hogy a faszomba? Hát játsz állandóan a picsáját. Itt van a bejárata. Igen, mindig vagy egy ilyen gyács. Gazis.
Azt a vidős kurbelget. Ez. Nem, bemegyünk. Bemegyünk, megdobáljuk, most lelépünk, jó? De hát biztos? Ott vannak az ajtóban, ott vannak az ajtóban. Ne foglalkozz velem, majd úgy csináljuk, hogy jól legyen. Megyetek ki. Elindjél már picsába. Ki fotózik? Szóljatok már annak a kurvának, fotózzon. Mert én nem értek ezekhez a technikákhoz. Mit kell fotózni? Ugye csak azt fotózd le, hogy ég a ház, jó? De ne legyünk rajta, jó? Mert kibaszottul mérges leszek. Ég a gyertyaig. Adjál már nekem is olyan szart. Ott van akkor ízi, csomagtartóba. Mindjárt... Nyújjál belőle, csak kipakoltam. Ízi, K betű hogy vagy ki? Mi a fasz, tudod? Ott van a K betű, megnyomod a panelon, a hátul kinyílik. Csinálják képeket faszán, hogy itt állunk. Csinálom, de akkor takarod már a képből. Jaj, feltőcsed. Jaj, bocsánat. Iha. A baszak, ki teniszkönyökön van, Dig. A rák meg a sztojka. Játszod a picsádat, azt ilyen házba lakul. Szarjunk már az ajtó elé, vagy valami. Jó, van nyomast. A faszomat egyétek meg. Hát én oda szarok. Hogy volt? Azt a kurva. János, kösz szépen! Hogy a faszomba dobtad meg amúgy? Érjünk a gecibe! De hát most élvezem, öreg, várjál már! Nyomjad akkor, nyomjad! Hova ég a ház, cigányú? Egy már! Figyelj csak, te ne popázz a dagat! Baszhatod magad itt a izet bőtel! Kijöttek, Dick, menjünk már! Hey, menjünk innen, geci! Mi a flasz csináltok? Ja, semmit, láttuk, hogy ég a ház, el akartuk oltani! Úristen, Szojka, itt vagy ég a ház, hidd a tűzoltókat! Na oké, hát most hittem a tűzoltókat, mennyiak ki van! Tűzoltók, Los Santos-i tűzoltóság! Mik azok a szilánkok ott? Melyikek? Szerintem az ablak kitört az ablak, de figyelj, csak azért jöttünk ide, mert éreztük, hogy baj van. Most baj van. Szazi. Kapd ezt, Szojka! Hallóan. Van-e a temetésén dobálja, jó? Figyelj csak, először is egy köszönömöt szeretnék hallani, a rákegyek a retkes gyomrodat. Ki a faszom szartod az oldalt elő? Hógolyóval oltottuk a tizet. Az egy kutya volt, én láttam, most mert szaladtam. Oda van szarva az ajtó elé? Volt, ne szopass. Valaki oda szart az ajtó elé. Nagy kuvasz szaladt el, kurva nagy bó. Gyerünk már a gecibe, az belelépett valamelyik te? Hát én beleléptem, amikor értem ki. Azt a büdös figyelj, már Sztojka, kérdezhetek valamit, múltkor itt elhozta... Sztojka, figyelj már ide. Melyik körült ennek a szardok? Azt nem engedtél be, most bemehetnék a lakásodba egy pillanatra, úgyis pont, hogy nem vagy égve meg ilyenek, tudod? Te ilyen házban lakszasz minket meg a híd alatt, elnézel? És azt mondja, hogy le van égve, meg nincs pénz, meg ilyenek. Picsádat, há? Tudod, a minúció. Meg a jóisten. Mi a faszomat csinálsz? Tudod, te az golvos, kinek a ház droga? Figyelj csak, itt már miért nincs egy dedikált szobán? Csodálcsön költségvetését én lakó. Mi van? Álljál már a bozzanak, ide figyelj! Térjél már észhez, mert rádugok egyre! A kecsem minusz fiam eltűnt. Igen? Csókolom! Nézd, mert megint a halott madárral akarodni kalitkázni. Hát, passz meg nincs alatt. Hoztam neked virágot. Dik a vélemény embert, hogy megérjük. Jaj, köszönöm szépen! Szétkúcsek szak, hogy megérjük. Szerintem köszönöm is. Szépen, el is veszem. Andris, kösz szépen, srácok, mindjárt akkor a 3000 gyerünk! Én? Hát mondom, egy kutya volt, egy nagy kuvasz volt. Nem válom. Dobla ki, dobla vén kurva. Azért ilyen büdös. Szemplen. Csába szereted. Basz, jaj! Figyelj csak! Minusz, gyere csak, légy szíves. Az a kedvenc pózom. Pillorra fel egy éjszíves. Na, várjál, le kéne oda paramálni a hangumat. Légy szíves. Látom, kiengedted a hajlatlas letrem. Igen, igen. Tudtad, hogy ide jöttek? Nem tudtam. Hát szeretem most láttuk az utcán, hogy füstölház. De figyelj, csak a múltkor benéztem a szobájába, azt ott újjassza magát, mondta, hogy mínusz ez az, mínusz. Na, hogy értek, verjebb. Menjünk. Szendvics van. Ja, de neki leégett a háza, nem? Múltkor, hát én vagy azt még előtte láttad, öreg? Figyelj csak, micsoda? Már ennek leégett a háza, hogy láttad, érted? Hát pedig előtte. Érted? Az igen, hát.
És bejött és segített. Az üveget majd cserélj. Hallottok, belebeszélök, mi szemzik, Jézusom, fejezd már be! Nem már, te idióta! Jó van már, most mit üzélsz itt vele, milyen gazdagság, vagy ezt a felünk nem osztott meg? Figyelj már, Minus, te mi a faszom, hogy beszélsz így a Jokerről, eh? Tedd le azt a hogót, mert állasz a baszlappal dolul, jó? Figyelj, csak a picsádba fogom pődugni ezt a hógolyót. Kettél a sítalat. Mert a múltkor megbeszéltünk valamit. Van egy kis produkció. Ja, milyen produkció, na? De el fogom éleszteni ezt a tigrist, és szétszedetlek vele. Erigyél már a passzal verném el azt a tigrist a száddal együtt. Nem mondom még egyszer, mindenki ilyen le. És fiú, nyugodtan basszátok ugatokat kényelemben, most ma ünneplapval. Mert mit ünnepelünk? Hazugságaidat? Joker, húsz fejebb. Születésnapod van, nem öreg ma, amúgy is. Minden nem mi akartunk venni egy toltát. Szelényszerűen meglepetést. Egy tortát, légy szíves. Hoppá. Most milyen meglepetés lesz itt? Meglepetés múltkornák nem engedett. Ezeket is terrorizál az a vén ember. Mi a paszt képzel magára? Azt hiszi, hogy ti így nem tolják, hogy mi? Azt mondták, öreg, önjél le. Öreg, önök ne dobáld a dobadon, mert rá lett a dobbal a tízre. Mert mi lesz? Paszt bekapod egyből? Rá lett a dobbal a tízre. Körben rajzolsz, vagy mi? Dik a Palinnak még be van fogva a haja. Buzi virág. Mi van, kicsi köcsön? Mi van, kislány vagy buzi? Dik, vegyetek vissza. Dik, azt hiszi, ez Mike Nice. Veszek kis paszocskát. Fogjon a fejeket, öreg, fogjon a fejeket. Azt hiszi, Sean Paul. Sean Paul. Ricsik össz szépen. Get bad, get zit, telebelecsék, de... Csiribiri, pap, 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 pap. Nem otthon vagy. Bom, bikam, bikam. Én otthon vagyok, pontosan, hogy otthon vagyok. Jaj, köszönjük, jó napot. Jó van, bocs már, na, most mi van? De úgykor nem engedtél be, azt most nem élhettem ki magam. Amúgy is mi barátok vagyunk, meg kéne osztanod a vagyonod velünk, nem? Mi itt szoktuk, ugye, öreg? Meg ugye, Krisztus? Azt a kinyeljél már, de... Baszik, szefos, hogy postán a kadasz. Azt a kurva, de büdös geci. Na, szeretném mutatni nektek egy elfelejtett, egy eltűnt unokaöcsémet, aki most felült újra idővárosba. Az is buzi? Nő vagy férfi? Beszeretném mutatni nektek a radiátor Tamást. Szia Tamás! Ez már Basta Már. Én mondtam, hogy ez Transformers. Nem Transformers. Ez volt a nagy attrakció? Há. De adja puszit mindenkinek, Mikro. Nem kell puszik a szerelem, nem. Én nem szoktam puszik. Erigyetek a kaszomban. Megnézem itt, mi van. De most én is beteg vagyok sajnos. Nem ja, nagyon meg vagyok fázva. Nem vagy beteg. Az öleinek adja egy puszit, légy szíves. De engem ne puszilgossál, légy szíves, fejezd be, tompa. De álom berlek, jó? Légy szíves, jó? A Lord, ne verd Ámon, mert ő lesz a következő üzletünknek a szélkulcsa. Én addig nem beszélek veled, a zsíros amanda elő nem került. Én addig, amíg zsíros amandát? Bizony. Ott lógos fájzba. Már honban? Képzeld, hát majd disznótorlat volna itt nálunk, te eszek itt a disznós, képzeld el. Ugye, csak a zsíros amandát kerítsed elő, látni akarom a picsáját. Ott van az fájzba. Fejezd be, légy szíves, mert szájon bágló. Arden, kösz szépen a szobat! Na, visszatérve a tartozásra, gyerekek. Milyen tartozásra először? Arra térjük vissza. Van az a $2 millió, amivel loptok nekem. Ezt a múltkor már lebeszéltük. Ja, meg ott hat. Nem beszéltük le, mert nem teljesítetted a kérésedet. Minden kérés teljesített. Adjad már, sose volt $2 millió, de ki van vele. Hát, dehogyis, erigyél, mert te tartozol nekem egy karton cigibe. Na, azért mondom, valgosodok, na most én vagyok a főnök, jó? Az öreg mellé, én nem mellé. Hogy tudjátok, hogy ki állunk, jó? Egy minor rampa, pink. Én 40 kiló vagyok. Van itt a városban. Mi 40 kiló? Fejed 40 kiló maximum, Dick. Van itt egy nagy klancigám, az a level csillök. Melyik van? Odali, azt kell többi csillök, hogy kurva sokat tud önmink, viszont kibaszott sok pénzem van, bár meghalt az oktia, és kérdőt jött el. Csillök, ha meghidóva a 0-24-be hozza be, és állandóan az embereket kihívja ilyen evélversenyre. De most én azt gondoltam, hogy adok nektek egy kis pénzt. Jó hangzik. Benevesztek a csillökre ugyan. Megeszek mindent. És valahol el kéne csavarni ezt a vörösszét. Lágyjál már, minut, el kéne csavarni ezt a vörösszét. Jó, figyelj, buzi kis haberodra szóljál, mert szart kiberem belőle, jó? Fejezzük be ezt a buzikodát. Öreg mellém, gyere, csücsi, csücsi, gyere, gyere, csücsi, de mellém, csücsi, gyere, arra a puszra. Csücsi, gyere. De szépen. Arra a kis jó, pufra ülj már rá, szomorodj. Ide ülök a barátom mellé, nem itt beinszultálják itt, jó? Ez egy másikra, Tomika. Kajak?
Hogy lehet bazzik, hogy országunkért más ára van a szugnak? Hogy lehet 5 euró? Persze, az öreg nagy zabavegép, amúgy is éhes. Az öreg be fog színni, megeszik mindent. Öreg, még hát az asztalt is. Öreg, bevállalod ezt a versenyt amúgy? Bevállalod, öreg. Tudod, hogy kálka belül vagyok. Hát annyi lényeg, hogy le kell enni ezt a csülök cigányt. Az a neve, hogy csülök meg cigány. Én megeszem még a szart is, csak kókuszreselék legyen rajta. Érted? Mehet. Jó, gyomor mindent bevezik. Tiszta szalad, szépen most felállakid az asztalt. Szemétégető beindul. Igen. Na. Akkor mi legyen a taktika? Lebírod lenni simán, vagy kitalálod valami trükköt rá? Jó, de az a kérdésem, hogy csak le kell lenni? Bocsánat, az kéne. Kell lenni? Hát, a biztonság kedvéért kéne valaki az asztal alá. Jó, van, üljél már le magadnak ott rózsaszínre. Ja, értem, hogy ha a kajász, akkor odaadod neki. Le, egyet leadjuk, egyet meg. Persze. Csináljuk azt, hogy elkezdtek el mi, csak tudom, itt bekérjük az asztalra, én meg leszok ki a csülköt. Milyen pulcsi van rajtam? Igen. Akár. Az is jó, hát. És akkor átlejárom magad tőle. Új karácsonyi szert. És akkor az öregben megint a versenyt. Ez igaz, hát. Azt leharapja neki, vagy ez... ilyesmi. Nagyon megindul, ráharap egy kicsit. Ez jó. Mi az a vékony gyerek bejön neki szerintem. Az a lényeg, hogy aki először hány, azt fog veszíteni, nem? Így van, így az fasza, jó van, hát menjen. Na, itt a vőnök szeretnék valamit mutatni addig, amíg a többiek felkészülnek. Kérem, jó, de egy pillanat, Minusz, nekünk annyi a dolgunk csak, hogy együtt leadod oda a lóvét, az kész, nem kell semmit inzultálni, meg verekedni? Meg szexultálni. Nem kell, nem kell. Jó, van akkor jó. Oda megyek, leteszem. Oda megyünk, Mekibe? Két hamburger. Jó, de akkor rázz a picsáját. Addig még szétnézzünk az öreggel, jó? Oké. Fél szub, 5 euró nekem. Szintézzük az öreggel, nem baj? A szemetek legyen rajtuk, létszer, semmi ja, kombolt kicsenek. Ja, persze, hogy ne, nem fog nyugi. Nézd ma, hogy fölvág még a sört is benne az a vitrínből, jönjünk el. Jó viselkedtek, kaptok egy viszkit. Ja, jó, van akkor köszönjük. Vagy egy pofontot, ha. De hallgassál, mert meg leszek kucogtatva. Tomika, kapd el őket, ha. Megfogom az öregnek a seggét. Figyelj csak, takarodjál már nyilag gecibe, csöveggeci. Te álljál lett a buzi gyerek, megmondtam, álljál le! Le a gyereket őséd! Nem otthon vagy, jó? Ne buziskodjál bele! Meg ne biztassátok a kisfiút! Faszért biztassátok! Bejönnek az öreg, nem biztos. A WC-re el kéne mennem, keressük már meg a WC-t! Formálok le szépen a WC-t! Mindjárt gyere, megmutatom morra! Tudunk beszélni egy picit, Crystal Joker, légy szerső! Hogy beszéljünk már itt, csak az ajtóba akarunk beszélni! Ne legyetek már buzik, figyeljetek csak! Be akartam menni, basszát, bezárni az ajtót, érted? Menjünk be, ne jöjjenek be! Minden, ne, van zsebet, Krisztó, jó nagy kabátba vagy! Hogyne, nézzük szét, hogy mi van egyből, tudod, mehet az izé abelást ott zsebbe! Hát no. Ezek jönnek hozzá, küldjük el őket! Nem baj, hát okos, hogy mondjuk az izét, összeveregszek ezzel a buziba! Persze! Pakoljatok össze mindent! A rák megeszi ezt a... Elnézést, uraim, egy kérdésem lehet, bocsánat. Persze, na tessék, mondjatok. Pillanatra jöjjenek már, légy szíves, mert itt bizonyos események kapcsán szeretnék értekezletet tartani. A buzibirággal együtt. Egy pillanat, egy kicsit, egy másodperc, még az öreg a meleg vagy, én már mondok neki két mondatot, mindjárt jövünk. Egészségedre itt megállunk az ajtóba, jó? Gyere, Möri! Igen. Parancsolja. Bezárom az ajtót, belőle kiveszem a kulcsot. Jó, vagy gyere már, nézzük, hogy csinálsz, hogy ezeket kizártál most. Ugye már homár gyerek, főzd már egy kávét, meg egy teát, haver. Mondtam neki, meg lesz metélve a kis köcsök. Láthatok valami értéktárgyakat? Gyertek föl itt, hallgassuk csak, mit beszél. Szerintem bassza, bassza. Bassza a dagadt addig. Jó buzisan ülve itten. Gyere, ülj ide csak beszélget. Hát ülök. Gyere, kicsit közülök. Hát mindjárt elnél. Tapsolnak, mint a színházba. Ha? Te is itt vagy, jön a malac? Ide adod a kezed. Csak a kezed, kér ide, vagy csecsi. Dík, milyen kicsit. Amatőr. Érzed azt a kemúl dolgot? Hát ez a telefonod, nem? Ez nem a telefonom. Hát és nem is a botomnak a vége. Hát de valami csak szerintem az inzulin pumpája öreg. Hát ez az. Na, ide figyelj, kezd hatni a gyógyszer. Nagyon hát, rutans keményedések lesznek.
Igen, valamit kellene csinálni, mert ladagoltam magam. Visszatnézhető lesz öreg a szuboknak mindenképp. Ami most csak 999 forint, 50%-kal olcsóbb. De már a falag jelentségei szokás. Nem tudom, hol voltad el, hogy csak sötét, de nem lehetetik egymás lesz, tehát mi. Ez teljesen jó, ebben benne vagyunk. Most el kéne húzni a feelingüket. Hát húzod akkor. Jó. Ezek baszni fognak el. Aláber, öreg. Van telefonálatok, vagy valami kamera? Nincsen. Elhúzom a feelingüket szépen. Nálam van, csak nincs memória. Daltunk össze szobat. Szóval majd beszéljük magad, hogy hol lesz le a camod? Nem igazán. Csak a szemeimet mi? Hát... Amúgy szép ló szemei vannak ennek a csávónak. Az csak keresztbe áll, mind az a baj. Hogy szeretnél beszélni, lát meg? Igen? Lávod kezdem. Fekít le hosszra. Mi az gurulni fog hát? Á, nem, inkább bedőlök. Vagy? Be kéne usonnél. Sötét van úgyis. Kutyapóz? Bedőlök? Az úgy nem. Jó. Meg van erősítve az ágy, remélem. Ahon bedől ez? A szörnyeteg? Én el is ájultam. Úristene, az öreget álljút. Vöpafozom az öreget. Szépen. Álom, öreg. Kaktusz már, kösz szépen a szubban. Nagyon szépen kösz. Balázs, neked is. Dogó, neked is. Köszönöm. Nem hallom, hogy csak. Gyerünk be, rák, gyerünk meg. Neked? Gyerünk be. Szép. Jó vagy, hely. Gyerünk be. Nagyon rosszul lettél, menjünk be. Nem bírom ezt a stressz. Megpróbálom, nem találom gondolom. Hát elég szomorú. Várjál, oda nyúlok, segít. Nem találok be. Na, most? Jó széles vagy te. De titla tegyélsz hozzám. Hát mora, forgass Lizbe, hogy megtaláld a lyukát, akkora picsa van a rossz. Ki a faszom? Mi a fasz? Csináltok ütlen? Hé, értesz fel. Lizbe kell porgatni. Szóval ne kapcsolod a villonyt. Hát bocsánat, BC-t kerestem ezzel, az? Nusz fel a madrágom. Ja, bocsánat, akkor megyek is elnézni. Te mi a fasz keresel itt? Most mondom, jöttem segíteni, nem tudod a lukat megtalálni, te merém. Lizbe kell porgatni. Na jó, mentem. Szia. Talán jó valaki, ha elmondtad fel. Ezért kapni fognak. Hol vannak, he? Hol vannak ezek a szállnak? Jó figyelnek rá az ember. Éhe! Hallod, ha kizártatok minket, bazd meg! Kizárt ki, te merém van a többi kettő? Most a minusza volt, amit mondta, hogy... Hol a másik kettő? Melyik zárt ki? Hol a másik kettő? Mi a BC-n voltunk? Kizártatok minket? Melyik zárt ki minket? Kizártak minket, öreg? Hazudik. Én tudom, kizárt ki ez itt, csak ránk akarja kenni a meleg csávó. Én a buzi gyerek volt, mert nem akarunk benne lefeküdni. Rohadtor szülött. Ha ajánlatok, idióknak elmondtam, hogy a Tomikának nem adhatok baseball-ételt, mert kárt tesz magába. Úgy a faszomba kerül az adó. Rákudulja a kis köcsorosznak, a széldugja magának. Ne menjél! Mit feszülsz ezt öregre, he? Álljál le, csöves gecivel, le rúglom. Álljál le, Tomika, álljál le. Tomika. Öreg, ezt beszopnál. Öreg, fasz kell a picsádba, vagy mi van? Jó, menjünk hajágatni akkor. Én nem én voltam. Gyerünk, Tomika, gyerünk, állj le, gyerek! Gyerünk, Krisztó! Eltett azt mondta. Te meg baszhatod magad, te dagadt kurva, nem szégyened te magad? Mi ültünk az ágyon. Hallottam. Mit hallottál? Hagyjatok Páti, állandóan mindent hallottok amúgy. Tiszta szőr a picsát, beleszállj ebbe a kocsiba így. Hát, mint egy puli lenne a pinádon. Te figyelj csak, Tomika. Na, szebben meg is szállok, úgy pofán baszlak, takony menet rág a nyakadon, buszi gyerek. Menjél a másik kocsi, üljél csak ebbe, ide hátra beszélni akarunk vele. Az az üssed, az kis köcsög meg mit izé? Tomi, álljál le, Tomi, a kurva anyádat! Gyertek utána! Utánatok vagyunk, nyugi! Te csöves geci! Tomi, rakd azt a széles dugva a picsába, bosznak! Mi a faszt képzesz lovagot? Tomi, menj ide a rádba! Ne, eridj a passzomban! Mi az öreg Márné? Mi az öreg Márné? Menj innen re! Ebbe itt ülj bele! Jó van, mert mi hova ütöd a levegőt, ti? Hallod? Gyere, Minder! Ezt a fogyatékos. Hallod, gyerek, állj le!
Nek te szörös picsájú, hallottuk azt is, hogy szörös a picsád. Miről beszél? Elvileg lelövik a Day Before szerveleket, és hogy szerint kiadó is kaja. Szóval ne hallottad, Csuki. Az a baj, nem látom a kommentet, mert nincs szóval. Azért ez felháborító. De nyomom még a... Erik, már ne tudálj, már mindjárt szívem leszakad. Vértékeny a faszom rá, te minden faszba belejűsz. Menjetek már faszomba! Anyádon nyomlám. Nem sültem bele semmibe. Hogy há mondja, hogy mi... Hát még igen, mert nem tudta a csávó. Érzékelitek, hogy mondja, hogy mennyire izé? Darián, nem szegem gazdag, stb. Azt milyen autókkal jár, én meg itt szopok, mert nem bírok kigyönni a házba. Jó, ez nekünk. Te nagy csöbes geci ez a minusz, te nagy hazú. Ez még ott játszott nagy a picsáját van. A hígyalok. Belefért a kezedbe, hát? Hallottuk miközött minden. Miközött van hozzá? Amúgy miért kérdezősköd? Ennyire hát, érdekel, geci? Nincs szexuális életed? Vagy mi a fasz? Tényleg amúgy? Hogy ne lenne, hely? Most akkor figyelj, azért, mert most megkívántál, most azért nem kell itt izélni, meg semmi. Tényleg már a faszomba. Jó lenne ez a 20-as malájbarna alád, mi? Aha, igen. Hallod, de bár én neked szemet kibűvetne. Persze, mint minden férfi, csak a számokkal dobálózik. Figyelj, 2 perc lenne, de az kőkemény lenne. Hát elég szomorú, ha csak közben elszívnánk egy cigit, meg innánk egy kávét, meg lezuhányoznánk. Hát ez nem teljesen jó. Ez undorító. 2 perc vezetek, berakod, azt ennyi? Az igen. Egy kicsit összemasztatolom, neked nem elég. Valaki berakja neked te egy áll. Örüljél, amúgy nem idegen volt. Ilyen vén gecik, mint ez így. Hát te most féltékel vagy, Krisztó? Vagy mi van veled? Ezek milyen buta cigányok, amúgy nézzétek már helyet. Laci, kösz szépen, én nem vagyok nagyon-nagyon szépen köszönöm, már csak 18. Csak egy kicsit feltűnő, hogy minket lefizetsz, ezeket meg izé pénzt adtak, vagy valami? Ez ott ragadt a csülkös, hát. Parkolautomata, dobja csak, te dagad, geci. Elfelejtettem valamit. Na, mit? Igen? Gyere csak, Joe, Bill. Na, mi van, ha? Téged szeretnénk megkérdezni, őszönök. Hogy, mi van? Gyere, Mária Magdolva, Bill, légy szíves. Oh. Mari, gyere! Én Rózi vagyok, még mindig. Jó, Rózi, bocsánat. Na igen, mi van? Az öreg ma a neveket. Az a lényeg, hogy valami üzletem, képzeld egy új parfümöt. Azért a gumikat le kell majd cserélni. Az a tenyered, Rózi. Káú! Most már tenyered. Tartom, bassz meg! De volt már tőzke, tenyered, de dobom bele szólni. Tessék. Hold fasz! De mi ez a rák? Öreg, gyere már egy pillanatra! Öreg, gyere már, most mondja a minusz, hogy itt új bizniszt akar csinálni, parfümöt akar árulni, de sajátot. Most szagod csak meg itt a Rózinak a kezét, he? Arra fújt rá most valami ez, szart. Az anyámadik, mi ez a kemotot? Ezt akarod árulni, te? Hát ez a hirtelen lehetne a világot. Ez a büntetni lehet. Ez no balzsam illata van, nem? Valami hasonló. Meg szagolod? Várjál, tessék. Gyere, gyere ide. Kurmanyát, minusz, neked is lehet mondjad. Szójáról köcsök gyerekre, mert szétbaszol. Jó vagyok én így, itt állok kint, esik kurmanyáda. A hal, minden nekem így jó. Bírsz már magaddal? Tik a cukrot, hogy elővette. Bertalan, kösz szépen a szobot. Hallod, amit eladod itt a városkat. Figyelj csak, minusz. Szóljál ezzel a pitbull buziból, valamit kezdjél, mert ki fogok boxolni, mint a makkos cipőt. Jó, szabad elmásul a múl. Micsoda? Mi a fasz langolom? Hát most tízés, szálkásítok, há. Te meg mit álltok meg? Van szálkás legyek, mint a baumit tető légy. Itt a nap tető. Vagy több az öregnek a csicskái amúgy. Na maradjál csöbben. Remélj a viccel a csillag gyerek. Kovarnyikok vagytok, habatlapátoltok meg ilyenek, mi? Maradjál csöbben, mert belebaszol a kukába, hallod? Belebaszol a kukába, há. Nem baj. Szia, te vagy a csillag? Jó napot. Jobb idős vagy, bozd meg. Az élek van egy kis dögszak. Lajos, kösz szépen a szubot! Tanítjunk az emlődésseire. Tomi, úgy van nyált, de te akarod színem a faszonom, a szétbosszom a sztárdot. Gyere, Tomika, erre kifele! Nyugodt! Gyere! Nekem egyébként gyere, Tomi! Gyere! Tomika! Megfogom itt a vonaladat, azt elkezded innen kikísérni. Csillag, de hogy megértélünk, mi jó emberek vagyunk. Szebasz, csülök, piam! Figyelj csak! Minden jó! Ilyen dagadt izzadság szakban, ha olyan letekeri az orromat. Jöttünk ide megmérkőzni veled most. Tudod? Mi milyen elvével cserélem beszó? És akkor mennyi legyen a tét, vagy hogy legyen? Akkor a belem, mindent megeszek. Jó, van látjuk, hogy mekkora a beled, meg hogy milyen büdös vagy, azt beszéljék meg, hogy miért mi a tét. Mi legyen a tét? Legyen 200 000 dollár, mit szólsz? Hallottam, hogy te rá vagy, ne rökölti valami pénzt.
Hát, ez lehetséges, de nem mondok semmit. Jó, legyen, benne vagyok. Na, akkor figyelj csak, az öreggel fogsz leszelezni, jó? A reggel hát olyan csontvék, hogy hát keresztbe legyenem. Elidjél már passzom, igen, csontvék, hogy már még idős. Az öreg akkorát szarik, mint a reggelente, mi van mint a mamut, há, akkorát szarik. Olyan szarik, mint a mamut, de olyan puha, mint a pamut. Tibor, kösz szépen a szobot. Kint kell megtartani ezt, de ülves, hogy fiam, mert nagyon bidős vagyok. Ezek olyan izottság szabód van, geci. Keveredik ezzel a hamburger szaggat, mindjárt a domok. Jó, mindjárt ne legyél, ne játszod, mert van pinnyás, magadat, dík. Még azt szart ja, se eszed meg, ha hajszálol rajta. Az vagy Gyuri cigány, hogy imádom magadnak, dík. Ott a sült meg zabálod, jó végén. Ijetek le valahova. Hozom a hamburgereket. Na, figyelj csak. Készítsed a nagy dagadt testedet. Vigyek így. Nem készítem. Mert popán baszlak. Tudod, ugye? Leó, kezd szépen a szobát. Még hamburger meg ülve. Én állva ezt a kérdéket. Megcsikít. Eridjél már dolgot, geci. Mert szájba báglak, jó? Te ne hergeljél követ. Tettlegességet szeretnél pájdalva? Álljál le. De akkor várj, hogy mit tudom. Micsoda, nem hallom, mit pofázol. Vedd már ki a paszt a szádból, légy szíves. Csülök, fiam. Jó, kivettem, na akkor most beszéljünk. Figyelj csak, én nem ülök le, mert állva jobban megy el. Készen állsz? Itt vannak a nagy hamburgerszek. Ha, csülök gyász. Na, azon meg a evőversenyt megnyitom. É, várjál, indítom a TikTok live-ot. Készen állom? Jó, live-ozzunk. Indítom a TikTok live-ot. Elkészültek a live-szenzőt? Készen állok, be vagyok durramba. Tap tap babáim, tap tap. Füstöljük? Három, kettő, várjatok át, azért az ételt ne adjuk át. Hát az ételt még odaadom az öregnek. Info, ott van az osztalom, le van kakolva. Hát most lehajolok, elkezdve menni. Köszönöm az öt rózsát. Három, kettő, egy, mert. Zabáljatok. Hányásig megy? Hát én az barbecue. Hú, de szép az a BMW, ami ott van kint, látjátok. Miért nincs olyan? Aha. Mennyinél jársz dagadt, geci? Most épp ezt nekeznek. Köszönjük szépen a három darab korbit. Köszönjük a rózsát. Éhe, öreg, bírod még, öreg? Info, info, szátok. Info, info. Egyet, egyet, öreg, egyet. A modik banyója. Hallod, ha? Remélem jó csipős lesz a valagadat, kicsipi. Viktor, kösz szépen a szobot, ne jel szépen kösz. Mennyi fél azt a kurva. Az egyik összeszorja magát, a másik meg olyan izzott, mint az állat. Letiltottak. Letiltották a live-ot. Nem az már meg letiltották? A sok passzopó izé reportolt minket. Viktor, kösz szépen a szobot. Nagyon szépen kösz. Az ajándékokat megkapjuk vajon? Kész. Én nyertem, sajnálom. Hát... Várjatok, mert jön a második kör, csak fordítok. Második kör. Csak mit csinálunk, fordulj meg a muzéke. Így van, hát ez több körös, azt beszéltük. Nézd, hopp. Mik ezek öreg? Öreg, öreg, fordulj meg el. Öreg, van nézd. Mert mit csinálnak, Gyi? Tessék. Azt mondjam, basszom ki. Jó, teszem. Mehet a meccs, mehet a meccs. Vedd már fő kamerára, Krisztus. Vegyem, veszem kamerá... Várja, várja. Felveszem kamerára. Én bebundázom magamnak, gyerekek. De az öregéket kamerázod. Én csak félrefordultam véletlenül. Uh-huh. Itt fél csak elmondtam most. Telefonról tényleg nincs szubgép. Halljátok a Tomika besompordát, hát. Nincs. Figyeljetek a telefonról. Most be akartam bundázni itt a... dolgokat, de nem tudtam. Azt a kurva. Azt a... Ez már szeplős volt, há? Na, ez geci büdös bajsz. Jó, elfogyott, nyertem, köszönöm. Állod, öreg, elszagol. Szagolja a... Akkor jön a harmadik kör, az amit most adtam nektek, ez a harmadik kör. Jó, mehet. Valaki mondja a Rocky zenéjét rogmába. Tiriri. Valaki nyisson már egy ablakot. Tiriri. Az a nyomja? Tiriri.
Így behányt az öregnek. Hát miről beszéltek? Semmi hányat. Úristen! Kurva életbe segítség! Megszállom önke! Semmi baj, semmi baj! Megvétózom az öreg gyógyszereket, és biztos mondjam. Hát megyetek arrébb, dík! Azt a kurva! Öreg, az orrodon is semmi kifrod. Elnézést, megyetek kurva! Erígy már! Fúj, összeálljunk! Kosztustalan! Megint meggyertem az egészet a baszokba. Nagyon nem. Azt a kurva. Nagyon nem. Éttermette. Jó vagy öreg? Jó, persze, semmi nem. Ez a kanaka belében. Az öreg nyert. Rokszunk-e szépen a giftet? Így beugadottam. Bentről ki tudta húzni végig? Egy pillanat, állod csillag. Azt csillag. Menna vissza a verseny helyszínére, jól, mert megbeszéljük, hogy mi vagyjuk oda a pénzt, milyen címbeteg. Dév, köszön 8 hónapot. Na, húzd labda fel, azt nem megyünk, jó? Elég legyen, öreg. Ecsi. Kicsard le, addig jöjjél le. Viktor, nagyon-nagyon szépen kösz. Jó, ezt a fizeted neki amúgy. Hát, ezt a te üzleted volt, nem mit fizetjük meg. Hát, ez a te üzleted volt. Csak a szereplők voltunk. Mondjad, hogy a szar egyik anyukodat. Ez a tagad gecsik, az nem én láttam úgy életével a húzni művel, mert nem is te jó lesz. Na most én fel fogok ajánlani neki $5000 cserébe egy szopást, egy jó kurvától. Elviszik oda a házamhoz, beklikik a szemét, és akkor mi valaszokatjuk, mit szatok hozzá. Na, hadd menjen. Az 50 000 vagy az 500 000 dolgok. Hadd menjen. Na, hadd menjen. Akkor nyomasz, ha szóval ezt akarod, várjál. Nekem mindegy, csak engem hagyj ki az összébe, jó? Családba marad, családba marad. Szóljak neki. De vállalod, hé? De vállalod, Kocsák? Cöcsi, ez mindenkit. Na gyere, Mici Mackó. Öreg, jól vagy, nagyon aggódtam. Az meg most aggódtát a lófaszt. Van egy kis probléma. Nem aggódott szerinted? Nem. Mert miért? Lyukaszok a szállodaszok, amit akartam. Miért nem aggódott? Ha miért láttad rajta? Azt mondják a többiek, hogy jelenleg érvénytelen. Kiszaladt egyből. Miért is lenne érvénytelen? Melyik mondta? Hát meg kiukasztotta valamelyik helyet, tudod, ilyen tűzőgép dolgok jött a szózba. Akár. Voltam már nőtt. Van csajod? Mondd el, de most mondd el, akkor már belekezdszél, akkor beszéljünk meg. Nyisd már ki a szádat, mert oda vele kérdél. Nem hallott, hogy beszélnek tárgyalnak, most jelent. Még jó, de én most hozzád beszélek, leszarom. Világos? Igen. Akarsz egy jó csajt? Mi a problémája? Vagy az, hogy mi a helyzet, hogy te mit feltételezel te itt? Ha miért, te láttad rajta, hogy aggódik, érted amúgy? Te úgy látod, hogy nem? Ha? Igen. Miért? Mert úgy látom. Akkor a kurva nyelda. Ezt látod helyre, vagy rakva? Hello. Mi a faszomat csinálsz? Fogd be a pofádat, ne szóljál bele. Mikor a férfiak beszélnek, akkor a nőknek kus van. Meg kell tanítani az asszonyokat. Még egyszer kérdetem ezt rá. Ez a furkózba, te lesz jobban torkodok, de egészbe. Ez nagyon fájt. Ugye, csak minusz. Ráhúzom okokat a fejedre. A kurva nyádat neked is. Mi a fasz? Na. Ez már kiállt neki a mind a kettő kaphattó. Fogjátok meg. Te is, he. Vegyél most már vissza, he. Fogjátok meg. Figyelj csak, Dobor. Megmondtam neked is, hogy a kurva gyárnak neked most. És a fejezzétek be. Megfogom a jobb kezit neki. Figyelj csak, te itt ne fogd meg senkinek a jobb kezit, mert a kurva gyárnak. Azt a kurva élet. Fejezzétek be magát. Mi a faszomat csinálsz? Mert felpapozok mindenkit ez az egész gecibe, amit csináltok. Gyerek, vegyél vissza, mert lejáratunk be. Jöjjél le. Fejezzétek be. Kérjük, fogjátok be a kezelix? Jó, már nem kell, mert megfogjálok. Nyugodjatok be. Befogjátok csak le. Jöjjök meg rá. Passzopok, gyertek közöttek, gyertek ide. Mindjárt jöhettek, passzopok. Mindjárt jöhettek, szomorítsa meg a jó Isten. Mert a kurva anyátokat képzeltek magatokról. Mit ütöd az öreget, passzopok? Hát, te hova ütsz, te gyere ide, te? Álljál le, meg gyere már szállj be, öreg, gyere szállj be! Szállj be, öreg, menjünk rá! A kurva életbe fejezzétek be, hát! Erzsébet rapa el, olá! Öreg, gyere már! Fogjon, kapd el! Üsd el ezeket, hát! Állj le, öreg! De hova ütsz, te már? Öreg, gyere már, szállj be! Állj le! Kapd el az öreget! Hát, figyelj csak, Tomi bőle, geci! Álljál le, mert szar rá, merlek! A kurvát hagyjuk itt a rákba!
pulóver megrendelve. Tibi, nagyon nagy csináljátok az öregeket. Köszönöm szépen, nagyon nagy szépen. Srácok, megjelent a karácsony. Segítek, segítek. Te befújjuk a szájába. Csak ne fogja a szájába. A kurvaszátokat! Mi a faszomot csinálsz te? A kurvaszátokat! Megsérültem el, megdöglötök mind! Leszúrtam az összest! Kilövöm a kerek, várjál, he! Mi történik itt? Bocsánat. Menjünk gyorsan, he! Eredjünk a faszba. Úgyis hiák a mentőt az embereiknek. Kettő bordán szúrtam. A kurva anyját. Megdobálom meg a kocsiukat, a kurva anyját. Hello? Igen, az a kocsi. Mit csinálsz? Jó étvágyat. Köszi, köszi. Ezzel a dagad geci követ minket. Álljunk, piros, merjük szarrásokat. Üdesek, ja, bocsánat, elnézünk. Lőjük ki a gecibe. Merjük agyon a gecibe, állj meg itt a izébe. Na menjünk gyorsan. Kilőtt a kereked, Dick. Jön már. Jön vissza. A like ingyen van, srácok. Berkizbe, berkizbe. Ledobtam, jaj! Te figyelj csak. Hát Morel, már hogy néz ki az a kormány, Di? Jó, hogy csavarod, Badi! Bazza, mint az izében. Jön még, mint... Állj meg el! Elnézést, uram! Hízzik a lyukám! Ah, Morel, iszok egy ember energy drinket. Az öregnek a kedvence. Az a geci! Ezért nem jön! Jaj! Vazzak, ez a mínusz, ez nagy izé. Ez nagy geci. Ez nagy geci. El akarta paszni. Ezt is. Jó, hát látod, akart ki akart téged használ. Örülj, egy kis paszkap. Ki akarta használni, hallod a barlangot? Így akartam. Nem mondta nektek, hogy szörbe-szörbe összerakjátok, vagy valami? Dehogy nem, hát. Hát nem mondta neki? Mondta, hát. Köpködte a szőröket kifelszem. Mi ez, Dick? A perzsaszőnyeg. Nem így mondanak? De miről beszél? Két ujjal a foga közül, meg kihúzta a vénget, jó? Meg se tudta rakni, hagyjatok már! Na, de akkor csak elismered. Hát igen, mert észrevettetek. Jó, az öreg tanár. Elismerem, hogy akar dugni pénzt. Hát mondom akkor, ha pénz, akkor nyilván. Nem vagyok kurva, de most jól jön a pénz nektek is, nem? De mi pénzt ajánlott neked? Na, látod, látod? A Lajosnak jó lesz majd sírkőre. Csak megcsapkodta, az kész ennyi. Az agyám 700-al. De látod, majd leverem rajta azt a pénzt. Azt odaadom. Figyelj, majd felgyújtjuk Ázát a gecibe a kis köcsögnek, amire ezt tette veled. Mit szólsz hozzá? Megbosszuljuk, ennyire szeretünk. Mit szólsz? De arra jössz vagy. Fel lesz gyújtva. De kis cuki. A gecit elfáradtam, bazd meg. Na jó, na ne idegeskedjük, Krisztó. Jó, próbálok meg nyugodni, csak azért... Elbaszt tudod. Csábátja. Nehogy sírjál. Kicsoda. Hát a Krisztó. Tiszta nem ideg. Nem sírok amúgy, egy kicsit ideges. Ne sírjál már, Krisztó fiam, mert ne szomorkodjál, fiam. Azért felidegesít, hogy hogy bánnak velünk, érted? Hát baszd meg, ilyen világot élünk, érted? Hát én már teljesen rosszul vagyok amúgy, ilyen emberek között, érted? Szörnyű. Faszom már bereverem, ha. Jó van, figyeljük, ide megyek a gyászba. Mennyi, eddig fölgyújtam, mert ezt a izétől kaptuk ezt a kocsit kölcsön. Szevasszul. A Sztojkától. Szia, öreg! Jó éjszakát! Srácok, nem... Jöjjük fel a Sztojka kocsiját, a genyóval. Nem lesz még a streamnek, de a vodnézőknek szia!